Hello, Rusztjátok, Sirius Ék, ez pedig nem más, mint a Stardew Valley. Ez nem más, mint a Stardew Valley, srácok. Nem tudom most mennyire hangos a játék zenéje, remélhetőleg ez így jó lesz. Vagy még hangosabbnak kéne lenni, várjatok. Ez így most biztos túl hangos. Így. Szóval az van, hogy elnézést mindenkitől a késői stream kezdésért, de az van, hogy nem jött ki az update, és bevallom őszintén eszembe se jutott még ma reggelig, hogy 6-ig nem jöhet ki az update, és aztán így ma reggel már így elkezdtem aggódni, hogy nem fog kijönni a játék, és aztán láthatjátok, ez történt, viszont az van, hogy beszéltem a többiekkel, és ugye az eredeti terv az volt, hogy átrakjuk csütörtökre abban az esetben, ha nem jó ma. Vagy értek, későn jön, de hogy nem jó a csütörtök mindenkinek a csapatból. Úgyhogy jövő hétre csúszott volna, és végeredményében ezért döntöttünk amellett, hogy akkor toljuk. És akkor az az eredeti terv, hogy 6 és 7 között figyeljük az internet folyását, és megnézzük, hogy mi történik. És csatlakoztam közben a Discordra is, meg mit tudom én, mindenhol néztem a dolgokat. És aztán kiírták egy olyan 3-4 után valamivel, 47-kor, azt hiszem 18-47-kor, hogy egy olyan 45 perc múlva kint van az update. És akkor úgy döntöttünk, hogy akkor mehet. Egyébként fellőhettem volna előtte egy Helldivers streamet, mert amúgy Helldivers aztán szólóban. Úgyhogy ez történik egyébként, ez történt, és ezért volt a késés, és nagyon szépen köszönöm a türelmet. És közben Angry Entnek nagyon szépen köszönöm a 7 hónapot, Arfeas nagyon szépen köszönöm a 37 hónapot. Érkezésre csak ide értem, ja, mi is késtünk. Livi, köszönöm szépen a 46 hónapot. És az van, srácok, hogy ez, Viki, nagyon szépen köszönöm a 17 hónapot, hogy ez nem egy kicsi update. Ez nem egy kicsi update. Ez egy kifejezetten nagy update egyébként. Ami azért tök durva. Nekem az az érzésem, hogy nem működik most a chaten a restream bot. Egyik irányba se. Sehogy sem. Az én hibám. Nem kattintottam le dolgokat. A többiek nem streamelnek egyébként, Viki amúgy sem streamelt volna, és a késői kezdés miatt végül Hunter sem fog streamelni amúgy. Természetesen a te hibád, hát nem kattingattam végig a dolgokat. Valószínűleg erre rá kell frissítenem. Úgy, megyek vissza közben Discordra. Sziasztok! Nem akarom megint egyetni. Nem no. Akarod megint őt? Sziasztok! Nem. Egyszer elég volt. Na, a kérdés az, hogy a chatben volt egy olyan igény, hogy menjünk végig a changelogon, hogy végigmegyünk-e a changelogon, vagy indítsam a játékot és kussolják. Végigmehetünk nyugodtan. Végigmehetünk a changelogon. Jó! Akkor alapvetően, nyilván az első, ilyen spoilermentesen próbáljunk már valamennyire, vagy nem tudom. Ilyen, hogy ilyen spoilermentesen, szóval, hogy hozzáadnak 3 fesztivált, 1 nagyot, 2 kicsit. Erről ennyit beszélünk, azt hiszem. Aztán a különböző ilyen skillek alapján van valami új területes dolog, de mindegy, attól függően, hogy miben vagyunk jók, újabb ilyen perkeket és itemeket lehet elérni. Nyilván ez a skillek alapján van. Új farm típus, amit azt hiszem, ha jól értettem, látni is fognak a mai streamben. Hát én azt gondolom, hogy azon lenne érdemes játszanunk. Én közben nagyon, már új. Nagyon specifikusnak érzem azt a farmot, szóval emiatt nem vagyok benne 100%-ig biztos. De igen, egyébként nyilvánvalóan. Tehát, hogy van valami ezzel a farmal, hogy nagyon pici a terület rajta ültetni, de cserébe nő rajta valami kék fű, amit szeretnek az állatok. Mondjuk, ha nagyon pici, az nem jó. Hát azt írja. Mert próbáltál? Tehát, hogy ez a helyzet, hogy ha megnézzük, akkor azt írja a videójáték róla, hogy ez nem a legjobb farm...
kroppokat, tehát hogy növényeket termeszteni, de van egy kék fű, amit szeretnek az állatok, illetve egy... illetve két csirkével kezdünk. Szóval, hogy ez ilyen speciális dolognak tűnik nekem. Ilyen tekintetben. Az én kérdésem az, hogy élhetek-e ott boldogan Liával, amíg meg nem halunk. Liát választod? Aha. Jó. Csak akkor neki, ha te nem. Nem. Én direkt nem azt fogom választani, akit te. Oké, ezen ne akadjunk el, szóval ez az új farm, ezt kell tudni az új farmról. Érkezett, koncentrálunk a lényegre, te koncentrálj a lényegre. Érkezett egy halom új dialógus, lehet most már több állatod, több peted, hogyha az elsővel kimaxolod a szeretett szívecskéket, akkor lehet második peted. Bekerült... Egy hány lehet maximum? Micsoda? Nem tudom. Azt ír egy multiple pet. Nem tudom, hogy hány cicád lehet összesen. Jó. nem tudom. Lett térkép a Ginger Islandhez, ilyen world map, másodjel ez a world map. A petek, akik szeretnek, azok néha hoznak ajándékot. Az NPC-knek van külön téli ruhája. A fesztiválok mostantól mepet és dialógokat változtatnak minden második évben. Kivétel az éjszakai market. Van egy golden joja parot. Amit le tudsz fizetni, hogy megtalálja neked a diókat a Ginger Islanden. Az nagyon király. Okay. A Joja Markettel vannak dolgok, amiket nem tudom. Van egy Prize Machine Louis házában, ahova prize ticketeket tudsz gyűjteni, és akkor azokért kapsz dolgokat. Ezekért questeket kell kompletálnod, és hogy a questeket megcsinálod, akkor kapsz ilyen prize ticketeket, és azokat tudod beváltani dolgokra. Érkezik minden évszakban kétszer egy könyvárus a faluba. Ami értitek, ami egy ilyen kérdés, hogy mi történik a könyvekkel. Kerültek a játékba mystery boxok, akármi is az. Bekerült egy hatalmas fa, egy questline-nal. Bekerült négy új növény. A brokkoli például, meg a powder melon, amiről nem is répa. Tudom micsoda. A répa, nem volt eddig répa? Nem. Meg a Summer Squash, amiről szintén nem tudom micsoda. Négy új házrenovációs lehetőség. Ebédlő, padlás, sarokszoba, meg a kabiról nem tudom, hogy micsoda. Bekerült egy halom új item, bekerült egy nagy chest, bekerült egy dehydrator, amivel így szárítani lehet a növényeket, valami van a mushroom loggal. Van egy csali készítőgép, egy nagyobb sütő, egy hal smoker, hal füstölő dolog. Megkétszerezi a halnak az értékét. Igen, bizony. És defaultba kapsz egyet, hogyha a Riverlands farmat kezdesz faszta. Aztán bekerültek olyan táblák, amikre lehet üzenetet írni, bekerült egy... az Unveil, aminek most nem jut eszembe magyarul neve, az üllő, szóval bekerült egy üllő, ahol trinketeket tudsz rerollolni, bekerült egy mini forge, ami egy ilyen törp forge-ként üzemel, Statue of Blessing, ami minden napra ad egy blessinget, Statue of Dwarf King, ami minden napra enged mining buffot választani, sátorcsomag, ahol, tehát bekerült sátorcsomag, amivel fel tudsz állítani sátrakat, és tudsz abban aludni éjszaka, egy éjszakáig. Nagyon király! Oh, wow! Mekkora ez az update? Nem úgy volt, hogy ez a csávó nem dolgozik már ezen a játékon? Milyen lenne, ha dolgozna a játékon? Sárga piros, kösz szépen a 16 hónapot, nagyon király vagy. Ezek ilyen fundamentális változások, egy csomó minden. Mystic Seed, ami egy egyedi fává nő. Mystic Syrup, ami Tupper Product. Deluxe Bait,
amit még gyorsabban harapnak a halak. Challenge bait, amivel egyszerre három halat tudsz elkapni. Jézus Isten, de minden alkalommal elvesztesz egyet, hogyha kimegy a bobber bárból. Deluxe worm bean, ami fejleszti az átlagos worm bean-t, és akkor deluxe bait lesz benne, nem sima bait. 19 különböző könyv, az erő, Book of Power, amitől speciális perkjeid lesznek, skill bookok, ami... Valaki varázslatot emlegetem? Úgy tűnik. A skillbookok, amiktől extra XP-t kapsz adott skillekben. Dungeon Day van. Book of Stars, ami experience-t ad minden skillben. Bekerült a Moha, ami régi fákon nő. Mixed Flower Seed, Sonar Bobber, we show the fish on your line before you catch it. Oh, Jézus Isten. Bekerült a mazsola, aminek van egy speciális felhasználása. Sea Jelly, River Jelly, Cave Jelly. Egy új dolog, amit lehet horgászni. 7 különböző trinket, ami harccal kapcsolatos skilleket ad. Piros, lila és zöld tűzi játék. A Stardrop-ból lehet csinálni teát, amit mindenki szeret, mint ajándék. 25 féle különböző kalap, 280 féle új bútor. Mi van ezzel a se... Milyen hosszú ez a felsorolás, Jézus ereje? Egy új bútor katalógus, amiben különböző témák szerint vannak válogatva a bútorok. 41 fajta új padló, 24 féle új wallpaper, Gold Animal Crackers, áno, manökenek, amiket fel lehet öltöztetni, a feleséged vagy férjed, tehát a szignifikáns othernek lehet kirakni képét. No. Butterfly powder, amivel eltávolíthatod a pettyeidet. Kék fűstarter, mohaleves, illetve secret items, gobbyfish, remix. Ó, igen, van egy olyan opció most már, hogyha generáljuk a világot, nem tudom, ezt néztétek-e már, de hogy össze lehet mixelni a bundle-öket. Mármint? Nem tudom, de hogy valószínűleg nem ugyanazok a bundle-ök, mint általában a bundle-ök, hanem valami random rendszerű bundle. Az mondjuk beteg. Ja, az Let's elég király. Rakhatsz kalapot amúgy a kutyáidra is. Amúgy én már csak próbálom megkeresni, hogy a Meadowlands hogyan néz ki, remix hogy jó lesz. Volt eddig is? De még akkor senki új nem remix bundle-ök. Még senki nem posztolt screenshotot róla. Azt írja, hogy new remix pedig bundle, szóval yes. Igen. Szóval rá tudsz tenni kalapokat a macskákra és a kutyákra. A pent tudod upgrade-elni. Enchantolni tudod a pent. Lol. Jézus Isten. Van egy animal tab, ami megmutatja az összes állatodat. Tudsz az állataidnak különböző, tudsz ilyen tálakat csinálni. El tudod rakni az állatnak a táját valahova, ha el akarod. A farm computert azt bárhol lehet használni, hogy láss egy összefoglalását annak a helynek. A mini jukebox most már a Ginger Islanden is. Jézus Isten, nagyon sok minden van még, srácok. Ó, és egyébként lehet 8 fős multiplayert futtatni. Rohadt sok a balance change is. Freaking ami azt jelenti, hogy valószínűleg tökre más dolgokkal kell majd foglalkozni, ha pénzt akarunk keresni. Majd meglátjuk. Én élem egyébként. Vannak dolgok, amiknek lefeleződött az ára. Na, menjünk! Rújzzá, köszönjük szépen 29 szónapot. Szóval, srácok, az új farmon szeretnétek menni?
én kipróbálnám. Én megnézném, de hogyha most nem nézzük meg, akkor én majd külön megnézem. Szerintem nézzük meg milyen. Aztán, ha nagyon szűkös, ha nagyon kellemetlen, hogyha nagyon kell egymást szagolnunk. Én nagyon aggódok emiatt a crop méret miatt, mert tudjátok, hogy én megalománba tolom általában. Menjünk akkor a szokásos négy fősön? Te azt szeretnéd? Nem tudom, csak az a helyzet, hogy tök szívesen megnézném. Hát generáljunk le egy olyat, és hogyha nem tetszik, akkor választunk másikat. Hát így van. Jó. Oké, és akkor macska, legyen a, kezdő tinging, ugye? Természetesen. Mit csinálunk? Invite kódolunk, vagy? Aha, valószínűleg igen, de azt hiszem nekem meg kell csinálnom először... Ja, először Viktor temessel a papáját, vagy miért? Valami, igen, azzal valamit csinálnom kell. A miért? Ó, lehet skippelni az intrót, átskippelem az nagy intrót. Nagy papáját, vagy kiét. Tényleg a Junimo Kart rekordot két kampányot próbálom megdönteni. Ez lesz az a kampány. Valaki visszakeresi, hogy mennyi a szám, amit meg kell döntened? Oké, kicsit reménykedem benne, hogy most tényleg izében vagyok. A co-op hostolásban vagyok, és nem a... nem a bárhol máshol. Azt hiszem a co-op hostolásban vagyok. No man. Várjátok, itt nem kell vennünk házat először? Nem. Oké, mindjárt megnézem, hogy... Ja, a co-op házakhoz volt valami, nem? Volt valami a co-op házakkal. Nem, annyi, hogy a sima map, tehát hogy a négyes mappen rakja a négy sarokba, különben meg egymás mellé rakja a házakat. Már nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy jót indítottam. Várjál. Exit to title. Co-op. Host. Közben egy fél perces késéssel nézem a tévén, hogy mit csinálsz. New farm. Akkor úgy mutatom, hogy lásd is. És egyébként nem is választottam ki szakállat magamnak. Azt lehet valahogy később csinálni, hogy ne most szórakozzak vele? Nem nagyon. Én erre ráfáztam múltkor, úgyhogy... Légy olyan, amilyen nem is farm. Ó, tényleg is a csendet szereti. Ó, hát nyilván. Vannak dolgok, amik nem változnak soha. Skip intro, layout, közel legyenek a kabinok, vagy távol? Távol. Megyünk távol, adjuk meg egymásnak a teret. Oké, okay, és akkor három kabin, shared persze, az separate money. Négyen lesztek? Oh, shit, lehet, hogy csak két kabint kellett volna hozzáadni. Jó, mindegy, lesz egy extra kabinunk egy extra pincével. Azt hiszem ez. Ja. Jó, elméletileg nem, ez megvan. Hála az égnek, most kiírta a videójáték az invite kódot, anélkül, igen, hogy engem megkérdezett volna róla. Mondjuk annyit nem láttam, hogy... Nem tőled aggódom. Pedig. Ott az invite kód. Thank you. Thank you. Betűk és számok voltak. Ez volt egyébként, igen. Ja, fel is jöttem. Krisz, köszi szépen a 33 hónapot. New farmer. I'm about to be the greatest farmer ever lived. Egy pillanatig nem fog hozzáérni kapához. Külön kassa, így hogy fognak a rabszolgák egy pénzt farmolni neked? Ó, nehogy a szét... Oké,
Ó, tényleg ez az új farm. Itt van a csirke coop tingi-tingi. A csirke, ahol már meg is van. Aminek én egyébként örülök, mert én amúgy nagyon szeretek állatokkal is pénzt keresni. Most akkor az az első napi programunk, ami szokott lenni, hogy megpróbálunk eljutni egymáshoz? Aha, én egyelőre karaktert kreálok, és most próbálom nem elkövetni azt a hibát, mint legutóbb. Hogy szakállasnak nézzen ki a nőd? Nem, hanem amikor véletlenül fiút csináltam, és ugye nem tudtam bemenni a női öltözőbe, a fürdőbe. Oh, yes. Csirke kúp. Lehet még később másik ruhám? Ruhád az azt hiszem lehet valahogy. Lehet, csak eltart egy darabig. Ó, tényleg, akkor valami jót... Na, ha itt nem lehet nagyon mezőgazdaság, és ezt úgy gondolja a játék, hogy ez az összes mezőgazdaság, ami itt van, az baj. Akkor szépen lassan kiszorítom majd a többieket. Ó, nem, itt is van egy terület. Megoldjuk itt a mezőgazdaságot. Megoldjuk, le van itt hely. Oké, majdnem elkövettem a szakállas haj kibát, de van egy másik, ami nem szakállas. Szia, Liz! Szia, Kati! Szia, Lordzol! Szia, Scotty! Szia, Connor! Szia, Merőbe! Szia, Charlie Ryan! Sziasztok, srácok! Hát újra Star Jewelry van! Igen. Uhú! Én beléptem. Én meg nem. Oké, itt nem kapunk az elején magot. Oh yeah, let's go, dude. Szia, Wasabi! I'm so hot. Úristen, és mennyire menő, hogy van egy ilyen fotel a kandallóval szemben. Hát ez nagyon... Oh. Giga wow. Gamer has arrived. Giga Gamer. Mi hol vagytok? Én vásárolni jöttem. Mi ez a dump, amin lakunk? Gyorsan döntsétek el! Aztán meg vagyok. Gyorsan döntsétek el egyébként, hogy mit szeretnétek. Hol van a coop, meg a chicken? Fent a ház mellett, a főház mellett. Oh, jaj, de cuki istenem! Hát ez nagyon király! Bocs, mit kellett eldönteni? Hogy ezen a farmon akarunk-e maradni? Azt kell eldönteni. Szerintem nekem megfelel. Igen, vagy hát nem nekem tudom, tetszik. Csá. Már be is vásároltál? Be. Az összes pénzemet elszórtam, aztán átnéztem a chatre, és így Connor. Szerintem ne sok pénzt költs el magra, ameddig ki nem derül, hogy tényleg nem lehet mezőgazdaság. Ez ilyen földön lehet. It's fine. Csak nem olyan nagyon sok a... Mit csinálunk? Potétót kellene csinálni, nem? Nem az jobban tudom. Megéri. Én az elején azonnal elkezdtem az izét spamelni. Nem, ugye nem tudjuk most jelenleg mi a balansz, nem? Mert minthogy azt tudjuk, na, hogy na, más. Igen. A metának lőttek, ladies and gentlemen. Én akartam is kérdezni a chatet, hogy a chat, mit kell venni? És aztán rájöttem, hogy a meta a multi. This is the na, figyeljetek, a szem jött először szembe, úgyhogy a szemre fogok hajtani. Szerelem első látásra. Volt valami 1.6-os dolog már? Ez már az a, ez a map az új map. Szóval hogy lehet horgászbotot szerezni? Már elfelejtem. Az le kell menni a strandra és... De akkor még majd... nem ma, még majd csak holnap vagy holnap után lehet. Igen, valamikor le kell menni. Itt akkor addig vibe-olok, I guess. Hunternek nagyon adja egyébként ez a no mezőgazdaság policy. Szop. Ó, akartam kérdezni, hogy Viki, mit csináltál a hajaddal, de így, hogy Hunter vagy, így minden rendben. Így már értem, hogy mi történt. A nevem Giga Gamer és Things I Don't Like is the Outdoors. Oké, az a Star Jewelry-ben hasznos lesz. Újra együtt a nagy csapat? Hát úgy tűnik egyébként, hogy mindenki lelkesen reagált a kérdésemre, hogy akarnak-e
közösen sztárgyúvelizni. Ja, én mindenkivel talál, én tudom, mit akarok csinálni első napon. Hello! Oh god, te vagy a social emberünk? Hát, ha már ki kellett kenni. Nem vagyok benne biztos, hogy összekavartam a bundle-öket, mely alatt azt értem, hogy nem kavartam össze a bundle-öket at all. Oh. Jó, hát amúgy is nehéz lesz teljesíteni, szóval... Ó, én megint a bundle-re akarok rámenni, meg a pénzre. Nem kavartad össze. Kellett volna tippálnom, hogy összekavarjam a bundle-öket. Oké, jó hír, srácok, hogy én mindjárt összeesek. És azt hiszem, most még nincs is nagyon... Előtettem az összes magot! Megsimogattam a pipiket! Nagyon jó. Rokkolom, néni. Jaj, nem, mindjárt el lesz az inventory. Ki is engedem őket. Derjugó, mehettek is. Valakitől kérhetek egy kis segítségen? Merjétek, lehet, hogy nem kell. Yes, itt vagyok, mit szeretnél? Obviously azt akarod, hogy locsoljak neked? Nem kell, mert leültem a fotelba pihenni. Minden rendben lesz. Nézem egy kicsit a kandalló tüzet. Hát nem gyorsan. Ha töltődik is. Nem, az ágyban gyorsabban töltődik. Lefeküdtem egy kicsit. Hétfő, 3 óra és Viktor már összeesik. Mintha valóságban is ez lenne. Hát ez is van. Izsi, köszönöm szépen a 10 hónapot, nagyon király vagy. Ó, itt a pipi! Megvan! Szia! Pumpkin! Oh. Hol lehet átnevezni? Miért akarod átnevezni Pumpkint? Hát, mert úgy néz ki, mint egy Hemendex. És átnevezted Hemendexnek? Nem, mert nem találtam meg az opciót. Várjál, azt valami menüből lehet, nem? Én érzem, hogy megint izében fogom tölteni a fél életemet. A gyógyfürdőben. Ám most fájnak a csontjaim, pedig még sem most kezdtem el dolgozni. De ugye azt is fel kell oldani először, szóval... De az csak időkérdése, nem? Az eleje brutál szíves, így, hogy... Bundle kérdése. Úgyhogy pár snippet ültettél? Band? Hát haver, más se. Mert én most krumplit ültettem. Jó, majd kérek a krumpliból. Én most az izét vettem, ami a leggyorsabban visszanő. Remélem nem vesztek rajta pénzt, az nagyon szomorú volna. Na, megyek, összegyűjtöm a tavaszi cuccokat. Héli azt mondta, hogy bénán öltözködöm. De I take that personally. Úgyhogy ennyi, nem csatlakozik a birodalmamhoz. De közben, mármint... Szerintem a fürdő az nem bundle. De gondolod? Én jó. Szerintem lehet, az... Lehet, igazad van. Én szerintem az nem bundle. Feleslegesen megyek horgászni. Aha. Oké. Igen, mit csinálunk ilyenkor? Amikor még nincs horgászbotunk, nincs energiánk. Én csak arra emlékszem, hogy nagyon sokat horgásztunk, amikor először játszottunk. Hát én biztos, hogy nem, de azóta megszerettem a horgászatot egyébként. A fürdő az csak idő, igen, a fürdő az csak idő. Aha, oké. Beszélgetsz emberekkel. Na, azért ott nem tartunk. Annyira nem vagyunk elkeseredve már. Akkor inkább megyek vissza és nézem a tüzet egész nap. Én már megismertem a fővárost. Jó, két embernek én is beköszönök. Pont útba estek. Én meg takarítok otthon. Szerintem a két kampányunkból egyikben sem sikerült teljesítened a mutatkozz be mindenkinek. Miért a mutatkozz be mindenkinek? Hát azt meddig kell az nem azt van, hogy valameddig teljesíteni kell, hanem at all nem mutatkoztam be mindenkinek, ugye? Igen, és mint, jó, mint egy másik. Ki ez a punk? Azt a mindenit, nem is punk, bocsánat. Az afró haját. A kék afró haja. Ja, haladni kell a korra, love. Love. Ez a menő a streeten. Szia. Imádom. Peggy, szia Scotty, szia Singon. Szia Vinetto. Oké, így hirtelen ránézésre azt kell, hogy mondjam, hogy még nem látszik semmi, ami extra.
Az látszik, hogy, ti nektek élőben így megy a fejetek jobbra-balra. Itt van még egy kicsi házikó lent, akkor ez a senkié? Ja, misklikkel, ezért rosszul állítottam be. Hogy, This package belongs to someone else. I don't think so, Viki már el is rakta. Nem tudtam, mert azt mondta, hogy nem az enyém. Ó, nem engedte, hogy ellobd? Nem. Aj, ennek a játéknak még mindig aranyszíve van. Na, elmegyek a kocsmába, srácok, és bemutatkozom mindenkinek. Take that. Már, azt már ne nagyon csináld, mert ilyenkor már mennek haza. 9:30-kor? Hát, mire beérsz, lesz 11. Hol a, mi hol a, ez a sebesség, amivel közlekedünk? Hol is a kocsma? A polgármester házához ki? Ó, megvan. Oi, my friends! Hello! Szevasz, Clint! Szevasz, Shane! Szevasz, Pam! Szevasz, Gász! Szevasz, Emily! Na, ki az, aki nem köszön senkinek? Én! Fizess egy kört mindenkinek, OV-t! Ja, ott nem tartunk. És tudjátok mit? Úgy, az első kör jogát is elveszem a játékot. Igazából én ezzel nem akarok játszani. It's fine, köszöntünk mindenkinek, mehetek haza. Viktor emberekkel beszélget a sztárgyúban? Hát azért ezt beszélgetésnek nem hívnám. De értem, mire gondolsz. De Viki egyébként már be is... Igen. Kényelmesen be is kuckózott az ágyba. Hánykor álljul el a karakter? Éjfélkor, nem? Nem, 2-kor, szóval igazából... Nem, 2-ig lehet régen kibagolni, nem? Nem, ha éjfél után fekszel, akkor azt hiszem nem teljesen kipihenve ébredsz, vagy valami ilyesmi. Hát ezt most nem engedhetjük meg magunknak. Úgyhogy már haza is értem. Azért az első este még. Azért hétfő este megy, hogy ne legyenek sokan. Levelet kaptam, live! Ja, vehetünk majd nagyobb hátizsákot. Ah, az égnek. Na. Let's get visszajött Willi a fishing tripről. Ó, visszajött Willi a fishing tripről? Mert akkor mehetünk. És azt mondta, hogy menjek le. Ó, hát akkor megyünk is, mert abból lesz az összes pénz. Holnap esni fog egész nap, nem kell locsolni. Nem, ma attól még kell locsolni. Holnap nem kell locsolni. Oké, okay, hol van a víz ezen a farmon? Hol a láda ezen a farmon? Ez a nagy fa! Ó, oh, jeez, van itt egy nagy fa, amit tényleg van itt egy nagy fa. Nem. Igen, középen van a kis tó. Meg a csirkénél is van. Ja, eladok dolgokat. Mit adsz el már is? Zigzeget, amit összeszedtem a faluba. Mert mint tavaszi dolgokat, amiket láthatnánk a bundle-ben? Ja. Én egy kicsit kukázok gyorsan, ez az, találtam is egy kólát. Na hát akkor húzzad le. Oh no, véletlenül ki is ütöttem az első növényemet. Hadd gratulálj. Oh, Istenem, erős kezdés. Erős kezdés, semmi baj. Ki akart pénzt tenni, véj? Gyere, Hunter. Menjünk horgászbotunkért. Helyben vagyunk. Minusz 50 gold egyből. Oh no, lehet, hogy már meg se térül pozitívba. Itt kezdődik a legendája Giga Gamernek. Mondjuk az a szemöldök, amit van. Ó, Viki már horgászik. Fogadjunk, hogy skippelte el. Hogy de skippeltem volna? Hát ez annyira csodálatos. Aha, ja, helyben vagyunk, azt hiszem. Hogy szerettem én meg ebben a játékban a horgászatot? Ó, nincsen a cén! Úgyhogy nekem nagyon nem volt kedvem semmi más csinálni, és horgásztam egész nap, és egyszer csatlakoztam.
Várjátok, melyik billentyű? De a cén van. Billentyű? Igen, én nem egérre horgászok, mert azt nem szerettem, meg az nem tetszett. Meg nem azért van gamer billentyűzetem, hogy ne azt nyomogassam. Jó, gamer egerem is van, bocsánat. De hogy... Bocsánat. Bocs már. Ja, semmi baj. Három ugyanolyan karaktert csináltatok, mint a legutóbb? Hát nem. Huntert ez a vád nem érheti, azért. Tehát, hogy Huntert nagyon sok vád érheti, ez nincs közte. Minket igen, de egyébként más a pulóverem. A változatosság nekem más a hajam, mert ugye most nekem nem a szakállas hajam van. Igen, mert addig sémeltük Rikit bele abba, hogy más legyen a haja. Nem azon sémeltetek, hogy más legyen, hanem újra és újra szórakoztatok rajta, hogy szakállam van. Mondjuk egyébként tényleg elég jó volt, lehet, hogy ezt nem kellett volna feleleveníteni, hogy újra ezt a hajat választ, és megint csinálhassuk ugye karakter, Hunter karaktere zseni. Ja, igen, Hunter ilyen Dragon Balls gamerével. Igazi egyéniség és üde szín volt ebben a játékban. Hunter karaktere meghozta a kedvemet a Sámán királyhoz. Húha. Oh shit, betelt a hátizsákom. Oh, tényleg a hátizsák. Hunter a furás srác a faluban. De mindig is Hunter volt a furás srác a faluban. Ez nem változott. Ez Pakson is így. Ezt követem kézzel, hogy Pakson is így van amúgy. Hát ez az élet, srácok. Ó, oh, Szígyelit fogtam. Szígyeli, what the heck? Bizony. Netflixes verzió. Hát most valószínűleg a Netflixes verzió Shaman királyt még nem néztem végig. Úgyhogy ezt egyszer végig kéne néznem, bár pont most beszéltük azt, hogy pajtással, hogy lehet, hogy le kéne mondani a Netflixet. Annyira nincsen kihasználva, mint szeretnénk. Megtehet az inventorim, bár van nálam egy trash, szóval minden rendben van. Jaj, én egy fibert dobtam ki. Lesz fix heti sztárgyú stream, vagy ha éppen összejön. Beszélgettünk már a fix heti sztárgyú streamről. Szerda csütörtökben, de egyébként az megvan, Viki, hogy amióta beszélgettünk az időbeosztásról, azóta... Igen. Azóta véget ért a D&D kampány. Igen. Szóval gyakorlatilag... Érted, csütörtök az sem. Az a két hete, de amúgy... Akár még a minden hét csütörtökről is szó lehetne. Én egy kicsit még azért félek a dologtól, mert ugye az... Megint szembe jött szem! Hát ez egy isteni jel! Take it easy, take it easy tényleg, volt! Tényleg nekem el kell kezdenem felszedni Liát, mert... Meg különben mi lesz? Nem fog tudni az első esőnél jeggyűrűt venni. Így van. De lesz új D&D, nem? Hát előbb-utóbb lesz új D&D, igen, de hogy... Nem feltétlenül azonnal. A szén mehet. Na jó. Hol van Lia ilyenkor? Ez egy teljesen egészségügyi. Jézus Isten! Ezzel fogsz kavarni? Ki én? Aha. Mi a baj vele? Semmi baj nincsen vele. Nincs? Oké. Okay. Az egy szép fiatalember. Ilyen nap van Tuesday. Skateboardozik, érted? Ó, oh, hát akkor apu valam. Oké, okay. It's fine. Na, szóval egy kicsit félek a minden héten fix, mert mostában ugye nagyon kevés, tehát ugye kettő esti streamem van, és akkor mind a kettőre lenne bebetonozott program, és hogy őszinte legyek, attól egy kicsit félek, hogy teljesen beszervezzem az összes esti streamemet. Uh-huh. Úgyhogy ezt majd még kitaláljuk. Mi a másik? Helldivers? Nem, CK3 szokott lenni Balázzsal, de inkább Balázzsal közös stream kedden, tehát hogy nem feltétlenül a CK3 a... Jó, aerobik van. A priója most... Én tudom, hol van Lia.
És azt mondta, hogy hello, it's nice to meet you. Panda Fejér, kösz szépen az 50 hónapot, nagyon király vagy. Viki már előnyben van, Hunter. De hát nem a sztorban kéne ilyenkor lenni Liana? Nem a sztorban van. De nem mondom meg, hol van. Már kezdődik is. A tónál van. Az erdőben a tónál van. Van az erdőben tó? Igen. Nem tudom, hogy szó érted. Hát tudjátok, ahol bal fölül átmész a Hardwood-ér. Ah, oké. Okay. Az az erdő. És ott van egy tó. Ja, igen. Oké. Okay. Ki mióta ilyen gonosz? Szerintem születése óta. Én arra tippelnék, hogy a születése óta ilyen gonosz. Minden esetre így, hogy csak játszom és nem streamelek, így sokkal kevésbé érzem a megfelelési kényszert. Hát az tök király, akkor már gyakorlatilag el is értünk a dologgal valamit. Abszolút. Na, van itt valaki, akinek nem köszöntem még? Itt mi van? Only a master of the five ways may enter. Találtam egy titkos járatot. Lehet, hogy az a... Aha, valami öt mastery dolog, ha megvan, akkor az ott nem az XP, nem az experience pontos, tudod, amikor jó vagy a horgászatban, mit tudom én. Ez a dolog. Hát nézd, nem tudom. De elképzelhető. Eljöttem úgy horgászni, hogy elfelejtettem lerakni. Az utcán jött, jó, mehetünk is, mert... Szia, Kokanoin! You've got some new ideas to sleep on. Ez mit jelent? Vannak új ötleteid, amik holnap majd így valami történik. A fejlődni fogok? Hát azért az meglep, nem? Lol. Ok. Ki a gonosz? Tippeni. Jaj. Nem én mondtam, hogy te. Én csak egyet értettem. Mhm. Mi van most, Springom? Hogy ezek mind nem kellenek. Üdvözlöm titeket a chat! Bár egyébként látja... és akkor Viki, te most így a kanapén ülsz és úgy játszol a laptopodon? Ha pont most nyúltam a TV távirányítóért, hogy úgyse nézem a streamet, mert folyton kifagy, mármint, hogy nem a te hibád, hogy kifagy. How you doing? Ez igaz. Szóval akár ki is kapcsolhatom. Na szép. Ha Viki szemre fog hajtani, akkor Viktor, te szingli marad. De jó, betöltött a chat. És egyébként valószínűleg igen. Ez az udvarlás része nem a kedvencem a videójátékoknak. Viktor mindig ilyen magányos üzletember. Yes. Maybe. Ebben a világban két lehetőséged van. Profit vagy élet. Igen. Ez sajnos így farmernek lenni nem egyszerű élet. Rengeteg munka és áldozatot követel az, hogy a farmunk szép és profitábilis legyen. Akkor még horgászok, hát most... Aj, az a helyzet, srácok, hogy imádom ezt a játékot. Nekem most esett le a dolog. Ó, de nem olyan rossz ez itt. Nem, van itt. Milyen nekem dolog? Nekem most esett le, hogy ugye ahol zöld fű ez van... Aha, oda nem lehet ültetni. Oda nem lehet ültetni. Igen. Jó. Igen, ez van ez, de én azt nézem, hogy ott a tó körül azért ott van elég sok hely. Hát... Oké, szeretnél másikat kezdeni? Még most találjuk ki. Nem, én nagyon szívesen vagyok ezen a mepen. Oké, akkor stipistopi az előttem lévő föld az enyém. Oké. Kör, bro. Viktor az első, második Viki, a harmadik ki? Hunterre gondolsz?
Az afro gamer király. Ki az a Hunter? Ki az a Hunter? Ezt nagyon régóta kérdezik emberek számos darabjai. Számos darabjai. Számos darabjai. Értem. It's fine. I'm an enigma, mate. Az a lényeg, srácok, hogy Hunterről azt kell tudni, hogy nem újságíróként a magyar nyelvből él. Ó, nem. Kifejezetten nem él. Kifejezetten nem él belőle. Tudjátok mit? Legyen ebből pénz. El is tehetném ezeket a halakat mindenféle bundle-be. It's getting late. De szeretem a pénzt is. Elkövezek a házban, ahol nem lakik senki. Jó. Miért nem érsz már el a saját izét? Nem tudom, hogy hol van. Ó, oh, oké. Okay. Hát akkor aludjál ott. Ó, oh, fishing! Plusz egy! Yes! Mondtam én, hogy van mind gondolkodni. Gigler, köszönöm szépen a 43 hónapot. És mi volt az, amin volt gondolkodni? Hát ez, hogy én is egyes lettem. Oh, wow, oké. Okay. Szóval gondolom, azt akkor írja ki, amikor elérted azt, hogy a szintlépést. Gondolom, igen. Na, szereztem egy halom pénzt, megyek, elköltöm növényekre. Úgyis esik az eső, ma nem kell izé. Az eső, cool. Esikám. Az a jó liában, hogy itt lehet a szomszédban. Aztán tényleg nincsen nagyon sok mezőgazdasági lehetőség. Mit akarok szerintetek ültetni? Első évben még nem éri meg a karfiol, nem? Volt valami? Szeretnék emlékeztetni rá, hogy nem tudjuk mi éri meg. Szerdán zárva van a bót. Nem mondod, hogy szerdán zárva van a bót. Oh shit, tényleg. Szégyen pedig bót. Már oda indultam. Jó, akkor megyek. Ja tényleg, ez az a nap, amikor vovoznak? Igen. Reset van. Szerdán van szerver, reset indít. Hunter, miért leátnézted ki magának? Hunter, miért leátnézted ki magadnak? Mert az attitűdje alapján valószínűleg a valóságban is belém verni az életet, és egyébként vörös haja van. Tessék, itt a válasz. Nekünk is. Ha! Ezért játszik velünk. Mindent. Ezért játszik velünk mindent. Kinézett minket az interneten. Van az, annak azok az arcok. Vörös ja, hajjal. Ezt... Na, ő velük fogunk majd. Bro, elment egy hal. What the heck? Elmehetnék bányászni is, ugye? Nem. Nem, még nem. Ó, oh, még nincs bánya. Jó, hát mikor akkor... csatlakozhatunk az Adventurers Guildhez, mert... Hát az... Mert már viszket a tenyered? Yeah, bro. Hát itt még nem. Még ott még kapál egy csávóka. Szerintem az nem egy kapa, de nem értek a mezőgazdasághoz. Kalapáccsal ütöget valamit ott. Nem csákány az? Lehet, hogy nem. Én nem vagyok valamely. Ott. Valamivel üt valamit. Én, igen, Robin nem lehet feleségül venni, ez a probléma. Hogy kit nem lehet? Robint. Robint. Hát, mert már van csávója. Ja. Szedzs. Csak azt foglaltak, infekszenek. Azt hallottam. Oh, gyűlölöm ezt a mondatot. Azt a rohadt. És egyébként bizonyos szituáció, hogy az sem. Hú, de gyors ez a hal, what the heck? Mi? Most kezdtem horgászni, nyugodjál meg hal, what the... Nyugodjál meg hal! Hát ennek üzenem, hogy van rá mod, hogy elváljon Robin, és el lehet venni utána. Ezzel kapcsolatban majd kutatást akkor végzek a vége streamnek. Mondta a házas ember. Ja. Ja. Találtam egy chicken statue-t. Nice. Praise the chicken. Visit Gunter at the museum. Okay. Come on, halak, valami higgadjatok már lehet. Lili azt üzeni, hogy Robinnak ez már a második férje, szóval van tapasztalata.
Tényleg? Oh. Well, ezt mondta Lili, nem tudom, I guess. Gondolom, ha figyelnénk a sztorira, akkor ez számunkra is kiderülne. Gigler, megköszöntem én neked a 43 hónapot, hát jó, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a tippen. Ó, hát ilyen közel egymáshoz, és mégis oly távol. Hát nem beszélgetni, jöttünk horgászni. Az átjáró két felén vagytok. Igen? Igen. Sebastian az első házasságból van. Ez mondjuk egyébként ez kitalálható. Igen. Az emo gyerek? Az emós? A nem fekete gyerek, igen. Ó, jogos. Hát ez a fishing nap, ez egy unmitigated disaster. Már? Egy darab halat tudtam fogni. Az összes elrohant. Azt hiszik, hogy itt játszok egy éve, vagy mi van? Én nekem most nagyon jól megy. Itt vannak sorban a halak. Meg az újságpapírok. Meg az újságok, ahogy láttam. Igen, most van, éppen ahogy megjött, úgyhogy vidd is innen az aurádat az afro hajaddal együtt. Viki, jöjjön össze Sebastiannal, és akkor lesz D&D. Micsoda? Mi? Ha Sebastiannal van D&D, akkor megyek és összejövök vele én. Összejöhetsz vele. Bro, miért kell csak egy medve, kösz szépen a 35 hónapot. Ki, hol? Albi, keresgél és medi egy kis stream, jó játékot. Neked meg sok sikert. Az árkád játékodhoz. Hát a Junimo kártomhoz miért kell egy Skullship ki, hol? Jó, csapos. Nem vettél licenszt a géphez, csak megvetted a hardware-t? Úgy néz ki, Viki, a karaktered, mintha sírna. Micsoda? Hát, hogy így olyan, mintha ott a szeméből balra-jobbra hömpölyögnének a könnyek. Ez könnyű gondod. Aj, az a fülbevalóm! Az a fülbevalód! A fülbevalód! Az csak az eső, azt írják a cseten. Srácok! Csap. Most tényleg úgy nézek ki! Na ennyit erről! Oh, Vikinek tönkretettem ezt a karakterét is! Ennyi? Sírok a boldogságtól mindig, mikor veletek lehetek! Fülbevaló a szemébe, csoda, hogy sír! Bro, ez a hely, ez Things. Semmi kapás nincs. Hát, mert itt álltak mindannyian. Én már kifogtam kettősséget. Szia Máté! Hú, boy. Jó, valamilyen nálam is megvadultak a halak. Hát én ennyire nem vagyok skilles. Látod? Hát előtte kifogtam már ötöt. Hát... Az egy catfish volt. Nem akarok catfish-t fogni akkor. Olyan falat akarok fogni, amit ki tudok fogni. Ó, neki még nem köszöntem. Csá! Na, ilyen halat akarok fogni. Kilométer per óránál többen halad, az létszös. Elmegyek innen. Ez nem tetszik nekem ez a hely. Viszlát! Ó, megint jönnek majd a halak. Sweet! De Kelmer bundle. Te vagy már a bundle? Ó, ráadásul lehet, hogy csak esőben lehet kifogni, meg mit tudom én. Ó, jó, Jézus Isten. Srácok, rámegyünk a bundle-ökre. Be fogom vasalni mindenkin a bundle részvételeket. Jó. Liának mit lehet? Jó. Jó. Sok sikert. A felgócsi szalad. El kell kezdenem bort főzni, a Lia szereti a bort. Ó, megint hát... szintet léptem. Attól még egy kicsit messze vagyunk, az a helyzet. Hosszú távra tervez. Nézd, én hiszek az álmaimban. Én kivárom. Szia, Star Wolf! It's fine. Jaj. Mm.
tényleg mi más van még? Ez a sátras cucc egyébként, ez tökre izgi, mert ezt akkor fel lehet állítani szerintem a bánya előtt is, vagy érted, az lenne logikus. Felállítjuk a bánya előtt, és akkor nem kell hazarohanni, csak kirohanni az ajtón. És akkor végre nem halunk meg, vagy nem alszunk el a bányában minden este. Salátát tudok csinálni éppenséggel, nem? Ez egy mezőgazdasági játék, ilyen szelvetek, tud csinálni salátát. Mert hogy ezt nagyon szereti, Jani. Szia, vagy Ben! Már nézegeted is, hogy miket szeret? Hát egy Dandelion nekem is kell a bundle-be. Nem, a Man on a Mission. Nem csak egyszer használható? Hát egyszer használható, és aztán gondolom craftolsz még egyet, azt másnap reggel megint felállítod. Gyere már, hol? A rohadt élet... Megad szom new ideas. Hagyd Ben, köszi a 11. hónapot, nagyon nagyon király vagy. I always have some ideas to sleep on. I'm cooking. Szarházi. Ó, tényleg nem tudsz még csinálni salátát, mert nincs meg konyha. Hát az... És a deslo konyha az 10 000 goldba kerül. Jó, de hát ha ez az egyetlen egy célja, érted, akkor... Megölöm a legközelebbi, mit tudom én, villám malacot, aztán majd... Ja, akartam mondani, hogy folytasd ezt a mondatot, kérlek, hogy pontosan kit tervezel megölni. A dungeonra gondoltam. Nem azt mondom egyébként, hogy nincs olyan, amiben csatlakoznék. Tehát ha például a polgit akarjuk elmozdítani, akkor... Amúgy tényleg. Broszki, mindjárt kivesel. Meg salátát lehet venni. Jó csapos az összes salátáját, kérem. Elég drága. Bár mondjuk te aztán mezőgazdaságra nem költesz. Nem, én nem. Jó napot, funkcionális az alkoholisták, salátát kérni. Na mennyi? 220 gond. Wow. Ja, elég drága. Emlékeztek, amikor így halomra vettük a salátát? És oda szép idők voltak. Ó, eljutunk oda megint. Visszatérünk. Erősek leszünk újra. Hogy szalad a saliért? Mint Shane a piáért? Nincs olyan mód, hogy választások legyenek a faluban és le lehessen váltani a polgit? Ó, Jézus Isten. Ez mennyire cool volna. Ha lenne, akkor a választási részét Viktor megoldaná, szóval. Megoldanám okosba, szerveznék ilyen vidéki csoportokat, aztán bevezetném a közmunkát, szóval, hogy rendben lenne. Rendben lenne minden. Streamet hallgat a politikusok, már is vették a jegyzetkönyvet. Ó, nem, mi jegyzetelek tőlük. Bár egyébként meglepne, ha fideszes politikusok néznék a streamjeimet. Kiderülne, hogy Rogán Antal egyébként így tudod. Esténként azzal chillel, és ő az, aki mindig beírja, hogy nem igaz, hogy mindig politikáról kell hallgatni. Az egyik a 3 tier 3-os szabadnak. Ja. Na, megyek, bepakolok a dobozba, aztán megyek aludni az egyik ágyba, amit megtalálok. Na, lebuktam már megint. Az a neve egyébként, hogy halogat, mint egy kecske. Már hozhatják is le az újságok, hogy Rogán Antal halogat, mint egy kecske néven. Használja a Twitch-et. Zavecki, köszi szépen, hogy ajándékoztál Rogán Antalnak és Szabot. Nagyon kedves tőled, köszönöm szépen. Ákos, köszi szépen a 24 hónapot. Very nice. Az erős. Jó, ezt azért bejelöltem, hogy sortot vágják belőle, na. Jaj. Hozok egy pohár vizet, amíg Viktor összeesik a földjén. Oh shit, ráadásul... Nem, én is nem, most lefeküdtem én is, most már. Mindenki nyugodjon meg, elvonszolom magamat odáig.
Chill down. Hát és milyen gyorsan megtetted? Hát kint álltam a ház előtt. Wow, szóval. Mind a ketten kerestünk ezret. Nem meglepő módon, Hunter nem. Jó, nekem nagyon rossz kapásom volt tegnap. Az összes halam elment. És aztán inkább szóval fel is adta. Tehát, hogy így ez... Ja, inkább elmentem salátát fenni. Produktívabbnak tűnt. Mindjárt bogyó. Szia! Mire várunk? Valaki holdapolja. Rám. Elnézést, ja. El kellett mentenem egy screenshoton azt, hogy Rogán Antalnak ajándékoztak Szamot. A későbbiekben sokkal könnyebb lesz a feldolgozás majd, hogy... Fair. Fair. Hogyha ezt most megcsinálom. Viktornak hol van ilyen stream óra rendje? Hát, ha már... A felkiáltó ilyen menetrend parancs. De ha valódi válaszokat keresed, akkor a felkiáltó ilyen program parancs. Megkérdezted azt is, hogy mikor lesz. Egyébként hát, szeretnék, nézegetek mostanában. Ó, valaki kérdezett, hogy mikor lesz még a stream elején. Sorry, kedves nem, nem ismerem a játékot, ne haragudj, visszaadom a pontjaidat, ez nem volt szép, ahogy láttam, és aztán beszéltünk egy másról, és akkor... Basszus! Mi röhögünk? Mocsolni akartam! Ja, kivágtad a... Nice. Ide, Viki ide állt mellém, azt fogta, azt kivágta az egyik növényemet. Jó, hát ez akkor már 100 gold mínusz, így. Oda ment, azt lekevert egyet a gaznak. Nem kell ide neked ez az őtség. Kinek kell pénz? De a kapitalizmustól senyvedő világban. Hanem ott állt és velem ott én, velem szembe, tehát én konkrétan Viki folyamatos szemkontaktust tartott odállt és kikapálta a növényemet. Na, szóval, hogy keresek egyébként valamilyen ilyen dizájnt, vagy szeretnék csinálni ilyen dizájnt, hogy így megcsináljam képi formában menetrendet, és ez a terv, hogy kiraknám YouTube-ra is ilyen community postként, vagy mi az Isten az, meg kiraknám Twitterre, és pinálném is. Én azzal segítek, hogy nem megyek a föld közelébe. Köszönöm. Thank you. Ez egy nagyon Bánca. Nagy segítség, by the way. By the way, srácok, bármi tetszik nektek, amit láttok, akkor klipeljétek. A klipekből szuper gyorsan tudok sortot gyártani, és meg is teszem. Szóval, hogy nyugodtan nyomogassátok ezt a klippelést. Pedig lehet, hogy csak egy deep és mysterious fella. Amúgy lehet. Az, mert hogy az a baja, hogy alkoholista. Na hát, de ki nem az valójában. Oké, okay, szóval szerintetek Beanstartert így negyedikén még akarunk csinálni? Mindenből kéne. Szerintem kövesd a szívedet, Viktor. Jó, a negyedike még nem vészes. Vagy a potétó. Kell legalább egy a bundle-be. Oké, okay, akkor az jó. Akkor veszünk belőle egy párat. Ahogy elköltöttem az összes pénzemet. Mi az a jelly bean, amit fogunk folyamatosan? Saurum, kösz szépen a szabot, nagyon király vagy. Nem lehet belőle gumimacit csinálni, akkor meg fogok sértődni.
Nem tettetek be valami lookup dolgot is most? Nem tettünk be semmilyen modot. Nincsen most semmilyen mod. Ja, most vanillában játszunk. Abszolút vanilla. Na. Viki, kerüljed ki a földemet, légy szíves. Jó. Légy szíves, építsél már nekem utat majd. Jó, majd építek neked utat. Mert tudod, még a végén a csákányommal így keresztül sétálok. No, fenyegetés. Amúgy nyilván nem, mert belőled mert fogunk egyedül tűzkeresni. Ha nem, tehát hogy most azt akarod mondani a szerver hostnak, hogyha nem épít neked utat, akkor csákányan feltöröd a földjét. Megy a föld. I mean, that's brave. Na, azt hiszem, hogy kimaxoltam a fel kell tolja a menetrend, Ábel. És akkor az segíteni fog. Fel kell tolja a menetrend. Good. Adventurer's Guild mikor nyílik? Ne, léci, ne! Nincs nem léci. Semmi eszköz, amúgy meg nyilván nem bántanám direkt a növényeidet. Csak így tudod, mellé állok. Olyannyira távol költöztünk egyébként egymástól, srácok, hogy... Hogy még az ingatlanból is a távolabbiba költöztetek? Ja. Nem lehetett választani. Ó, nem választottatok? Sajnos nem választottunk, így van. Nem, egyszer csak felébredtem valahol. Hát ez nagyon szomorú. Lehet, hogy nem vagyok nagyon okos. Jó, mindegy. Miért te még hiszünk benned, Viktor, hogy megvalósítod azt, amit szeretnél az életedben? Ja. Én is hiszek, én is hiszek ki... még benne, de... Benne se mikor tudja mennyire. Mikor fogja kivágni ezt? Mikor na jó, álltam horgászni, viszlát! Így kezdődnek az emberrabló sztorik, és egyszer csak felébredtem valahol. Igenis, egyébként most őszintén emlékeztek, hogy mi történt eddig az életetekben? Lehet, hogy elraboltalak titeket, és a farmomon kényszerítelek titeket munkára. Külön kasszán. Én szeretem az ilyen pszichotrillereket. Filmben, meg könyvben. Az életben kevésbé. De ez elég gettó megoldásnak tűnik, Sonic. Dokumentum sorozat, akkor se vettem. Szeretnék meg valami szép dizájnosat. Láttam is a múltkor, ilyen nem tudom, 20 dollárért, csak az a baj, hogy pont egy adott dizájn is nem tetszett. De hogy az király volt, mert valahogy össze volt hukkolva a dizájn valami táblázatkezelővel, és így magától kigenerálta, ha te beírtad, hogy mit szeretnél. Igen. Pretty cringe. Mert ugye ott fenn csákányozza a bácsi. Látom, hogy kelemen vereti, de hát... Hogy mentél el mellette? Én nem mentem el mellette, így állok. Ja. Csak a hídig jutottam. Jó, köszöntöm mindenkinek, aki mozog, srácok. Majd kérek egy buksi simit, mert nagyon igyekszem. Mióta lettél ilyen szociális? Hát már igyekszem. Hogy nem voltál a... hajléktalan úrnál a sátorban. De őnála voltam már első nap. Az egyetlen ember, én akit actually kedvelek nem. Ebben a faluban. Hol le vagyok maradva, igazság szerint. Miben? Miben nem. Haverkodásban. Sub Flintstones, mi a más? Ja, ez te, Linus. Sub Flintstones. Sub Flintstones, mi a málás? Jaj, ha nem felejteném el, ez lenne a VOD címe. Sub Flintstones, mi a málás? Nem, valami olyan címet kell adni nekem, amiből egyértelműen látszik, hogy 1.6. Így van. De hát én nem is a faluban lakik, ahol ő lakik, az olyan, mint a Budapestnek a 17. kerület. Ahol én lakok, szóval én nyilvánvalóan a falu részének tekintem. Amúgy is jár-e oda a BKV? Személyiségét nem lenne annyira kidolgozott, mint a... Rizses puffancs.
Most egy ideje nem streameltünk Dizzel-le, de beszélgettünk róla, mert volt egy idő, ameddig streamelt, most nem tudom, hogy mi a helyzet éppen, sose jutottunk el odáig, hogy tényleg megvalósítsuk. Bár egyébként láttam a múltkor Helldiversezni, szóval, ja. Ez a patch nagyon, mint hittem. Igen, ez a patch hatalmas, más játékoknál ezt kiegészítőnek hívják. A legnagyobb 58 megabyte, amit valaha letöltöttél. Viki, itt van a pacsid, mindegy, megy. Melyik? Az, nem, most már szőke. Három is van. Ah, most már három is van. Jó, mindegy. A szőke. Varying degrees of alkoholizmus. Az nem, a szőke, az a kis gördeszkás csávó. Ja. Yeah. A kis gördeszkás csávó. Van, hát egy az ütés, a szőke, van a gamer emós. Akinek ugye az anyjának az első házasságából született, meg van a hófehérbőrű fekete hajú, aki az alkoholista, az a csirkés. Úristen, hát a csirkés kell! Most esett le! Tudja itt az életben, és ő... A csirkés csávó kell! De csak addig, amíg van csirkéd, lesz csirkéd, nem? Hát amúgy az nagyon sokára van, szóval ahhoz ott el kell köteleződni. Addigra már nem csak a gazdasági érdekek fognak hozzá kötni, hanem érzelmi szálak is. Oh. Én úgy beszélem. Jó, mind a hármat egyszerre húzod, és aztán majd eldöntöd, hogy melyikkel akarsz összeházasodni. Ez nem így működik? De végül is de. De végül is, de! Végül is nincsenek semmi akadálya. Nekem nem adta oda a kék csirkét, átvert. Hogy lehet az, hogy nem adta oda? Mert mint hogyha dolgokat csinálsz, akkor egy idő után adja a kék csirkét, nem? Igen, hát ha dolgokat csinálod, akkor igen. És akkor igazából lehet, hogy Kati nem csinálta a dolgokat? Lehet, hogy nem tette eléggé boldoggá. Ó, Kati! Összeházasodtunk, és no kék csirke. De nem a házasságnál jön a kék csirke. Hanem mikor jön a kék csirke? Hát ez még utána. Még utána? Ó, az mondjuk tényleg elköteleződés, Jézus ereje. Szerintetek honnan tudjuk, hogy jön a könyvesbolt a városban? Ez egy falu, ahol laknak, vagy két tucatnyian, szóval ha bármi jön ebbe a városba, szerintem tudni fogsz róla. Oké, ez mondjuk reasonable. Amúgy kicsit meglepő is most úgy játszani, hogy nem lehet azonnal kiguglizni mindent. Egyébként szerintem valószínűleg egy csomó mindent ki lehet googlizni, csak ugye először ki kell derülni, hogy mi az, amit ki lehet googlizni. Na, ugye reggelre már kész lesz. És mi az, amit nem lehet kiguglizni. Gilgáld mindenhez. De én azt szeretem, amikor Wikipédián már szépen megszerkesztve, rendszerezve van ott. Fá, kiraktam a szűrét, és azóta vuduzom. Hát, Kati, lehet, hogy neki kéne futni ennek a házasságnak újra. Amint, csak mondom. Hú, ne, megint megjött a kedvem ez a játékhoz. Most néztem, hogy 300 órán van benne, és ezzel valószínűleg kínosan alul vagyok maradva itt a chat több tagjához képest. Igen, el tudom képzelni. El tudom képzelni, hogy ez a szám, ez rookie number. Hát nekem PC-n van benne 200 órám, úgy, hogy emlékeim szerint én PC-n nem játszottam, csak Switch-en. Ja. Úgy van benne 200 órát, hogy nem emlékszel rá! Oh shit! Mennyi az idő? Ó, ne! Ráharapott pont egy hal, amikor ki akartam rántani a botot a vízből. Jó, mindegy, ja, ezt a halat baj. Akkor először kifogjuk, és majd aztán... Kettőig van időd. Futás! Futi, 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 szedd a lábad, kis haver! 1300 óra. Oké, okay. Wow. Oké. Okay. Viszont...
A Helldiversben szerintem most már meg vagyok a 100-zal. Vagy ha nem is vagyok meg a 100-zal, akkor is közel vagyok. Tehát 99 óra valamennyi. Amúgy ez a Helldivers mennyire jó példa arra, hogy attól még, hogy valakinek gyereke van, tud időt szenni dolgokra, amikre akar. Nem alszom, Viki. Ez nem annyira jó hír. Level 2 fishing! Ó, én elfelejtettem bepakolni a ládába, pedig most volt kapásom. És akkor hova pakoltad? Sehova az inventorimba. Mert nekem folyamatosan tele van az inventorim. Megkaptuk a macskát! Ó, és milyen cicát választottál? Elfelejtettem átkattintani, úgyhogy a defaultot. Jó, ó, én ízét kaptam, Jojo. Morris nagyon boldog, hogy kinyithetje a boltot. Minek szeretnéd elnevezni a macskát? Mert muszáj. Dandelionnak. Már mindegy. Az olyan kutya név, mondjuk. Lett a neve. Köszönöm. Az lett a neve, hogy muszáj. Az lett, hogy mer muszáj. Mer muszáj. Holy. Szegény. Becélzheted muszinak, ha gondolom. Muszi. Ha muszi. Jó, megvan az első adag shit. Az első adag shit. Yes. Mi? Mit érett meg? Japán Sneak? Ah, jajajaj. 11-én jön a könyves, Tibi. Abból kell arany kategóriájút elraknunk? Ó, eteti valaki a csirkét? Legeli a növényt. Ó, oh, cool, cool. Jó, akkor jövök megsimogatni. És van már tojás amúgy? Van, tele van a... Oh, nice. Ne vidd el az összeset! Oké. Okay. Ajátok, rakjátok félre egy kis pénzt. Jó. Hogy lehet majonézezőt csinálni? Szerintem még sehogy, nem? Hát attól függ, hogy mit értünk majonézezővel. Még nem, nekem még nincs ott az opció. Rakok oda egy ládát a tojásnak és a majonéznek, jó? És mennyit van már? Nyitva, nice. Bambúból. Azt már meg tudom emelni. Ó, training rod. Állít, lehet, hogy farming level 2 amúgy izé. Nem éri meg. Fisher double bed. Itt horgász ágy. Sör. Sure, build a siló. Jó, hát haver, az egy kicsit arrébb lesz. Hol szogó ágyat szeretnék? Ó. Oh. Oké, 18 embernek már bemutatkoztam a 28-ból. Nice. I do my part. Ilyen félgőzzel, de érted. Hát meg kellett volna nézni, hogy milyen horgászbotom van, és akkor most nem két bambú botom lenne. Jézus Isten, nem keresel semmivel pénzt ben gyakorlatilag. Van a naptárban ott van, hogy mikor jön a bookseller, és amúgy 15-16-17 kérdőjeles esemény van. Ott valami fog történni. Ó, lesz valami tavaszi fesztivál is egyébként. Mi van a tavaszi fesztivál, hogyha ott veszünk epret, azt a második évre vesszük? Azt a második évre vesszük, tehát abban az évben már nem ültetjük el, ugye? Igen. Ó, mi történt? What's happened? Ja. Viktor csinálja Viktor dolgait. Mi csak bejöttem ide a városba? A játékot. Szabró, téged nem ismerlek, hogy vagy sehogy.
Elliot. Egy kört lehet még abban az évben is, ha van gyorsító. De nem az a kérdés, hogy megtérül-e az ára. Ugyebár. Március 15 tuti az, ja, március 15 lesz. Jó! Giga Gamer has earned a Fisherman achievement. Volt ezzel kapcsolatban any doubt? Ó, hogy a Helldiver az mikor lesz, ez egy mikor lesz? Bálint, nem tudom, ugyanis újvi nem lesz a héten. Lehet, hogy cuccu se, nem szerveztem még semmit. Úgyhogy nem tudom. Én nagyon szívesen Helldiverseznék a héten valamikor, mert kiállokkoltam tök izgi új fegyvereket, meg tök izgi új buildeket játszom, aki nem jön nagyon sokat. És az így cool lenne. Ó, jó, megvagytok. Mindenkinek oda kell mennie megnézni a Community Center-t? Nem, hanem majd megtanuljuk a varázslónál a nyelvet, nem? Igen. Igazad van. Igen, a dobozokat csinálom, azt elkezd a crafton. Mit fogtam az előbb? Két harvest is lehet, ha egyből elülteted. CK3-os csak kedden szokott lenni, akkor van közös streamnök a Balázsa. Fesztiválról egyből akkor? Nem tudom egyébként. Az a helyzet, hogy ennek utána, tehát melyik nap van a fesztivál? Nem tudom most megmondani. A polgit utáni fogjuk? Mi a jövő idő? Már a polgit utáljuk. Ezt nyugodtan feltételezhetitek akkor is, amikor nem játszunk a Stardew Valley-vel, hogy a polgit utáljuk. Eddig nem nagyon volt a héten nekem sem időm arra, hogy szervezgessem a dolgot, szóval azért is nem volt szervezve, nem úgy alakult. Ez a Dave, amit írsz, ő az a Dave? Ő abba hagyta a streamelést, meg így a kontentgyártást. Vagy hát ez nem igaz, mert van egy podcastjük, egy filmes podcastjük, amit csinál még. De, meg a D&D projekt volt, de a D&D az pont most ért véget. A múzeumban csak úgy lerakjuk a dolgokat, vagy lesz rendszer? Hát most egyenlőre majd csak... Majd átpakolom, ha össze-vissza rakod. Igen, le. Most egyenlőre csak lerakjuk. Társas játékos. Ja, ő így most abba hagyta a dolgokat. Lehet, hogy majd a jövőben még... Itt nem, de most egyelőre... Ugye, kisgyerek, Puszlom meg... Hétre elrendeztem. Munka. Mármint, hogy el kellett menni, tehát, hogy normális munkát... kellett vállalnia valamikor a koronavírus végénél, valami ilyesmi. Passzus, most nekem is meg kell akkor néznem. Hogy... Shane, mit szeret? Beer, hot pepper, Cianifona, igen. Olcsó. Ilyen 8 órás munka, tudjátok. Szereti a tojást. De srácok, nekünk nem bambúbotunk van? 1800-ba kerül az új, ugye? Igen. Jó, hát az arrébb van. Sok sikert Nifona a réthez. Többek között a kata módosítás sem segít egyébként. Sőt, ez elég erősen, az nagyon fú, az elég brutális amúgy. Igen, Nifona, az új farmot kezdtük. Az állattartós, úgyhogy már van is két csirkénk. Meg egy cicánk. Meg egy cicánk.
Igen. Akinek az a neve, hogy mert muszáj. Ez a neve a cicának. Felesleges is szépíteni a dolgokat. Pestnócot néztük, aha, olvastuk az elején. Elég brutálisan tartalmas ez az update. Észak egy shirt with my fellow man, amíg a zsebemben vannak a halak, hogy... Na, nézd már meg mennyi egy pizza. Létszik. Jó, megnézem neked mennyi pizza. Hogy éven a margarita? Azt mondja, hogy... 600 kopejka. Oh shit. 600 kopejka? Okay, 600 kopejka a pizza? Bizony. Nem, most szeretnék enni pizzát. Oh, ami azért para, mert a héten, múlt héten kérdezte asszonypajtás, hogy csináljon a hétvégén pizzát, és a gyerekkel egy emberként mondtuk, hogy ne. Miért? Nem tudom, én nem kívántam, és a gyerek sem kívánta. Nem, teljesen tök finomakat csinálunk. Nem tudom, valahogy nem kívántam. De fura. De most kívánom, úgyhogy majd csinálunk pizzát. Nincs az az élethelyzet, amikor azt mondanám, hogy nem. De van, mert... Szerintem sem. Nem, én egyáltalán nem kívántam. Van, amikor fetrengek a fájdalomtól az ágyban, akkor valószínűleg elutasítom a pizza ajánlatot, de egyébként azt leszám. Jó, mondjuk a gyerek ezt csinálta. Oké, nem egyébként elég jól bírja a dolgot. Ahhoz képest, hogy mekkora lázai röpködnek néha. Szegény. Hogy lehet nem kívánni a pizzát? Yes, I know. Én úgy őrzi a vodkás poharat, mint az életem volna rajta. Valószínűleg az élete is múlik rajta. Azért kapaszkodik bele, hogy hát, ha még ki tudja húzni a... Az este végéig. Valamit kezdünk veled, mielőtt lemondunk a farmról. Ananászt a pizzára. Nekem aztán semmi bajom nincs az ananászos pizzám. Én hamar akarod bannoltatni magad. Ezek szerint... Hunternek van. Szerintem is rendben van. Cancel Viktor. Melyik Viktor Nifon? Ez nagyon fontos. Van olyan cancel, amivel kapcsolatban onboard lennék én is. Valami utat vághatnánk. Ja, majd kitakarítok. Bro, nem jutok haza, sok redvás gasztó. Igen, hát azért. Takarítsátok ki az utat magatokhoz, hát te már. Jó, de akkor ki fog horgászni? Hát én például most horgászok. Hát már otthon kéne lenned. Oh shit, tényleg. Megint ki akartam rendelni, és megint ráharapott egy hal. Jó, it's fine. Lassan elindulnék haza. Én is. Majd jövök mindjárt. Neked volnék. De vigasztaljon titeket, tudod, hogy nagyon sok halat elpasztottam. Fogtam. Srácok, ezekből a halakból kell valami a bundle-be? Nagyon sok halat fogtam, csak nem sikerül gyorsan eldarálni a mondatot. Ja, jó. És hogy kell arany kategóriában valami, vagy... It's getting late. No. Látod, ma már elmúlt éjfél. Látom, futok! De még ki kell szortolnom ott... Persze, hogy ne érnék haza. Még ki is szortolom azt, hogy melyik halakat rakom el a bundle-be, és melyikeket nem. Hogy ne érne haza a fiatal ember? Most egy egyedül lejátszottam két season-t. Rájöttem, hogy... Nekem egyedül sosem is problémám azzal, hogy időben lefeküdjek aludni. Ó, oh, nálam alszik a cica! Nálad? Igen. Na, végre Hunter is összegyűjtött ezret. Level 3 fishing! I got a big bag of crabs here. Én úgy fogom az életet, ahogy jön.
Nem kell egy tryhardolni, a siker majd jön magától. Wow. Ezt így IRL is, meg mindenhogy. Tehát, hogy ez így, ahogy hallod, ez úgy van. Karakteremet giga hippinek kellett volna jönnénk. Ja, egyébként lehet. Mi szelhetsz? Oké, pok. Sör. Jó, ne eltakarítom a szemetet, mert azt tudom, hol vagyok. Na, a kérdés az az, hogy na, mikor lesz a tavaszi fesztivál? Hát azért úgyis kiabál a játék. Hát mert most van pénzem, hogy el akarom-e költeni, vagy nem akarom elkölteni. Szerintem nem akarod elkölteni. Oké, te szerintem aztán... Szerintem most még igen. Mert még... Jó, hát... Még csak most mondjuk az első hét végén, és szerintem a második hét végén van. Oké. Addigra lesz pénzem megint. 17-én jön a könyves, utána meg a fesztivál. Van ma egyáltalán bót? Van. Saturday van, úgyhogy jön. Egyszerre nyekergett a fa, mi kidőlt, meg nyávogott a macska. Kicsit olyan hangja volt, mint ha rádőlt volna a macskára a fa. Miért nincsenek a tavaszigazok mindenfelé egyébként? Mert én össze szoktam szedni őket. Itt a megoldásom. És teszel el belőle a bundle-be? Ó. Oh. Majd mostantól, majd igen. Jézusom, haver! Ezek komoly dolgok! Jól van, na! Mindig nincs 50 fám. Épp fát kell kivágni egy darab dobozhoz. Eddig nem volt dobozod? Nem. Örülj, hogy nadrág van rajta. True enough. Jó, de barátai már vannak, szóval. Így van. És a barátokba lehet tárolni a felesleges holmidat? I mean, szép nagy házaik vannak. És csak így ledobálod a földre, azt ott hagyod. És én veszek egy doboz vodkát, szerintem azt tárolok már, amit akarok. Oké, okay, ez mondjuk igaznak hangzik. Jobb horgászbotra akarok gyűjteni, vagy akarok ültetni dolgokat? Na hát... Azt hiszem a... fizikai munkával elég volt mára. Jöhet a lelki munka. Lelki munka? Nézd. Kukacok! What's that? Törött kard! Ancient sword! Megyek össze, horgászok. Ekkora mennyiségű zöldséget se fogok tudni meglocsolni, ugye? Már megint szembe jött Sam, de hát... Meg itt van Sebastian is, de hát srácok, már megbeszéltük, hogy a Shane-nel fogok összejönni. Nem ezt beszéltük meg, azt beszéltük meg, hogy még egyelőre így... Érted? És aztán majd talán... Nem? Igen? Én nekem, mintha ez lett volna a vége, nekem úgy rémlen. Hát nem akartam energiát tenni ezekbe a kapcsolatokba, de végül is így, hogy ők jönnek ide hozzám. Na hát, jó, olyan mindegy. Miért lehetett egy ancient swordot? Hát... Hogy bővítsük a könyvtárat? Az nem igazi kard, csak egy artifact. Jó, hát akkor... Hunter azonnal így, mit csinálsz? Ölnék vele. Hát ölnél vele, de hát ez nem így működik.
Na, ha ezt most meg tudom locsolni, anélkül, hogy összeessek, akkor minden rendben van. Kicsit szkeptikus. Kicsit szkeptikus. Nem? Van jó, az akkor... a pont, amikor olyan fáradt vagy, hogy összeessel? Nem. Van. Nem. Sluggish leszel, nem? Egy idő után nem tudsz járni, igen. Mm-hmm. Jó, akkor prioritást váltok, és először elsétálok a varázslóhoz. Elsétálok a varázslóhoz. Ó, itt egy nagy fa. Na, igen, azt mondtam. Ja, az aztán nagy fának tűnik. Hű, de nagy fa, bizony. Valaki még az óceánban orgászik? Én, miért? Hol vagy? Hát is tégen. Melyiken? Na, megtanultam, vagy kerít mellett. Ott kint voltál a látóteremből. Sorry. Csak hallottam, hogy valaki szintén itt suhingat. Viszlát, varázsló! Egy öröm volt. Na megyek is, azt hiszem mostantól éjfélig csak locsolom a növényeket. Igen, miért itt horgászunk, amikor ott van izé? Igen, Máté, ezt sorozatnak tervezzük, még nem vagyunk 100%-ig biztosak a rendszerességében. Legalább két hetente. Igen, 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 legalább két hetente. Viki, ide jött, elvitte a halakat, ezt most csak gazd fogok már. Ahhoz képest, hogy főállású horgász vagy, nagyon sokat nyavajok számazom, hogy elviszik a halakat. Hát... között, a kettő között lehet kapcsolat. Pont azért történik az egyik, mert hogy a másik. Lehet. Lehet. Aj, most valami nagyon jót fogok. Bár a horgászattal kapcsolatban általában csak ilyesmiket hallok. Szurkolok neked, hogy fogtál egy egyincses... geódát! Egy geódát fogtam! Egy egyincses geódát? Ó, oh, no, nem elég a kanna egyszer arra, hogy végiglacsolj. Ah. Kell építenem egy autópályát a tóig. Ha már ott vagyok, építs egy autót is menékül. Yes. Majd Ben, köszi szépen a donation, nagyon-nagyon király vagy, egy kis fárasztás így estére. Majd az friends use Linux. Because they can't open Windows in space. Ó, oh, Jézus Isten. Vagy egy kutat? Ó, oh, tényleg, lehet, hogy csak építenem kéne egy kutat. Ó, oh, lehetséges, hogy meg tudom locsolni az összes növényt, és tudok még utána járni. Let's go! Tudok még járni! Olyan, kezdek kimerülni. És mit kell szedned ehhez? Öt egy kóla! Hogy? Nem vagyok benne biztos, hogy meg akarok inni egy kólát, amit az óceánba fogtam ki. De hát az dobozban van. Számít? Sure. Azt is megiszom, amit a kukából veszek ki. Ó, egyébként tényleg azt is megissza. A helyzet, hogy nekem kell egy valami menő cuccot fogtál ki. Mi volt ez az utolsó? Keringet fogtam. Gondold, a nyakadba teszem, olyan menőnek tűnik. Ó, srácok, elméletileg egyébként meg lehet már inni a majonészt. Az első dolog, amit láttam Redditen a posztok között, az az, hogy három ember egymás alatt különböző emberek kérdezték, hogy miért nem tudom mégsem meginni a majonézt. Mégsem lehet meginni a majonézt! Nem tudom. Pam is in trespassing. Mi van? Pam, be vagy rosszul a délbe? És ezt ki akarja? Ki nem akarja? Te nem iszol majonézt, Sonic? Mondjuk ez látszik. Sonickal közepesen toxikus a kapcsolatunk. Ez nem jött le ebből. Akkor jó. Ilyen energiát. Saláta. Igyekeztem nagyon. Nem. Mindenki itt sörözik, én meg a görög salimmal a pultnál így.
Ó, oh, görög saláta, Jézus Isten, most megint kedvem van csinálni, pedig múlt héten csináltam. Annyira nagyon szeretem a görög salátát, srácok. Annyira nagyon, hogy annyira finom. És közben olyan szuper egyszerű. Mert hát nyilván meg kell csinálni, de hogy amúgy szuper egyszerű. Jó, akkor rendelek megint alkatrészt hozzá. Alkatrészt? Alkatrészt. Halált alkatrészt. Valami nem tetszik talán? De mit csinálsz a földemen keresztülve megint? Nem lehetett ott keresztül szaladni. Csica. Elakadtam csak a babkarókban. Na, el akarok menni még horgászni? Hát messzire nem, de itt közel még azért bedobom párszor azt a botot. Már megint elvesztettem, hol van a nyomjás tó. Itt a házamnál. Ez sétálsz a házamhoz, és itt van. Ó, ez ilyen pici tó, szerintetek ebben lehet bármit fogni? Különböző fertőzéseket biztosan. Csak nem fertőző a... Tudjátok, mit játszanék veletek egyszer szívesen? És valószínűleg ti nem játszanátok velem szívesen? Project Zomboidot. Ja. Azt amúgy nem. Tök szeretem nézni, ahogy te játszol vele. Azt hittem Little néha felmerül bennem, hogy lehet, hogy játszanom kéne, és aztán mindig rájövök, hogy valószínűleg nem. Nem. Sajnos a zombi rész, tehát hogy a zombi Simsből ott van a zombis rész a dologban. Engem több engem a bajátékban. Zombis játék szkárolt meg, úgyhogy köszönöm, hogy meg vagyok a nék. Engem a bajátékban az akaszt ki, hogy csak arra látsz, amerre fordulsz. És ez őrült para. Szóval muszáj. Yes, többek között ez is őrült para a játékban. Miért hittem azt, hogy a Helldivers lesz a mondat végén? Hát erre Helldivers-eztünk már egyébként. Ja. Meg én szívesen játszok vele, csak... Nem úgy állnak ezt a csillagok át. Viki meg szerintem nem élvezni a Helldivers-t, ez az én tippem. Az nem egy neki való játéknak tűnik. Nem, köszönöm, én most horgolok. Szóval ma csak hogy vagy sehogy. A horgolás is egyfajta multiplayer játék amúgy. Igen? Uh-huh. Amíg két ahány tűnik, videót már végig kellett néznem hozzá. Abszolút közösségbe érzem magam. Ja, apu még szokták ezt mesélni, hogy a felesége, ő horgol így nagyon, és ilyen orosz tutoriál videókból próbál tanulni dolgokat. Bean of sauce. Oh, tényleg a tévé is van ebben a csodálatos videójátékban. Hey Giga Gamer, mi van mostanság? Love Mom, itt a cookie. Oh yeah. Mit történik? Kaptam csak kis kösszet. Hát szerintem részegen olvassa a levelet. Én ez az egy dolog, amit el tudok képzelni. Viki, tőled kérdezik, hogy nekiálltál-e már a cica ágynak? Nem. Nem. A macska lehet szomjas. Most nem veszek fonalat. Megpróbálok egy pár napig nem venni fonalat. Ó, ilyen felnőtt, na, felnőtt mód. Meglévő fonalamból elkezdtem sapkát horgolni, mert olyan pici tűvel horgolom, meg olyan vékony fonallal, hogy lehet, hogy egy hónapon keresztül fogom azt az egy sapkát horgolni. De hát ez fantasztikusan hangzik. De egyébként még a cica ágy előtt fogom valószínűleg megcsinálni a crop topot. Azt a napraforgósat, amiről mutattam képet. Hogy viszed boldogan a krumplit? I got a krumpli. Azokat el is adhatom, nem? Elraktál a krumpliból, gondolom a bundlebe. Abból nem kell a bundlebe. Szerintem a tavaszi növények közé kell, nem? Lehet, hogy nem kell. Lehet, hogy igazad. Mindjárt megnézem, hogy mi kell a bundlebe.
Dandelion kell. Az kell. Onnan. Valahogy meg lehet nézni, valahogy fölé kell vinni az egeret, és akkor valahogy jelzi azt. Ja, emlékszem, hogy volt valami. De ugye mivel még nem tudjuk a bumpdalt, ezért... Ha mindjárt azt megnézem, mert én megtanultam a nyelvet. Ó, köszönöm szépen a segítséget. Szívesen. Nagyon kedves tőled. Köszönöm. Szívesen. Én majd még a cica is azt mondta, hogy meg megsimogatom. Ó, meg a csirkét is. Azt már megsimogattam. Attól még én is megsimogatom. Jó, bocsánat. Semmi baj, többet ne forduljon elő. Oké, azt hiszem már nem tudom megsimogatni. Ó, tényleg meg lehet nézni itt is a bundle-t. Summer, Winter, Exotic, Spring Foraging Bundle, Exotic Foraging Bundle. Mondjátok, van ebben már valami, nem tudom, valami halas. Ez hogy működik? Hogy ezek hogy nyílnak ki? Szép lassan, ahogy csinálod őket. Igen. Vigyem a krumplit? Nem, még nem kell hozni a krumplit. Ha hozzám lerakod a ládába, az cool. De nálam is van krumpli egyébként, szóval már az is meg fog nőni, abból is tudom csinálni. Szóval, rá se ráncsál. Imádom, hogy milyen elképesztő különbség van kint külső nézetben, a izében, meg belső nézetben. Adok egy dandeliont, azt rendezd el, hogy jól kell. Köszönöm, adjad ide a dandeliont. Várj. Hogy tudom átadni? Ja, nem megvan. Tudom. Már elfelejtettem, hogy zsinjük legalább. Thank you! Egészségül. Horsered is kell? Igen. Akkor azt is adok. Meg leek, meg daffodil, ezek mind kellenek. Thank you! Ó, tényleg zoom, köszi, elfelejtettem. Teljesen jós. Jó, itt most azt hiszem nem nagyon lehet más csinálni, úgyhogy megyek egy kört. Vagy horgászok, vagy megyek egy kört és megpróbálok szerezni ilyen cuccokat. Ó, thank you, dude. Teljesen elfelejtettem ezeket a beállításokat. UI scale-t, meg a zoom levelet. Thank you. Mikre emlékszik ez a Scotty? Aj, mennyivel jobb. Yes, thank you. Akarom én átállítani a zoom levelet, vagy én inkább nem akarok ezzel vesződni valószínűleg? Hát, ahogy érzem. Kinyílt a bánya. I'm already on my way to victory. Szia, Iron Duck! Én oda megyek, de egyelőre csak horgászni, mert találtam egy jó küldit. Én is szerintem horgászok most egy kicsit. Úgyis... Szóval Flintstone. Azokon a napokon érdemes gondolni. Tudod, hogy ötösével menti az, hogy... Ja, várjom. Marlon, my man. Többet látsz a környezetedben. Mesítette, kaptál is kardot? Én még dumálok Marlonnal. Ja. Ó, Hunter hazaért. Na, végre, szia Linus. Megkaptam a kardomat, let's go. Őszinte leszek, nekem volt. Tetszett az Ecolite előzetes. Beszéltem egy pár emberrel, akiknek így annyira nem tetszett. Én nekem tetszett az Ecolite előzetes. És be akarom pótolni a High Republic regényeket, amiket még nem olvastam, vagy nem hallgattam, mert van High Republic, amit igen, de nem az összes. Úgyhogy én nekem tetszett, amit az Ecolite-ban eddig láttam, nem... Volt a közepén egy szakasz, amíg ilyen, ami kicsit így... Még nem volt annyira, tehát hogy így nem volt, nem tudom, annyira így... akciódús. A kettes szintre lejöttem neked.
Hálás, köszönöm. Ja, csak akkor itt kell maradnom, ugye, míg... Nyugodtan gyerek ki, úgyis le fog mondani. Ahol elfelejtettem megírni a SteelSeries-es kontaktnak, ott pedig holnap veszélyen fog tudni dolgozni. Jaj, micsoda kis gyökszi vagyok. Itthon van még a gyerek. Hello, Karolin. Jógázzal a falat nyugodtan. Kened végig a testedet. Hogy micsoda? Meditációs technika. Ez egy action meditációs technika, amire ez bárki felérted van. Oké, az oké, hogy a Disney hozza a látvány, de hogy közben contentileg a kérdés inkább, és nekem azt tetszik, hogy ez most teljesen más időzóna, és akkor így talán nem akarnak mindent telerakni megállás nélkül fanservice-szel, olyan jellegű fanservice-szel. Nem hiszem a Peggynek se, hogy jó lett a Bad Batch. Senki nem tudja nekem eladni. A Bad Batch-et tudod, hogy kell nézni? A Bad Batch az a kampány, köszönöm, amit nektek mesélek Star Wars-ból. Tehát nem létezik a... Mert hogy olyan, mintha egy kupac idióta lenne, akik senki, semmilyen kiképzést nem kapnak. De végül így összejönnek a dolgok. Tehát így megvannak a szkíjeik, meg a... Azért csak igazából más nem sikerült ehhez hozzákapcsolniuk. Ja, egy D&D kampány meg a Bad Batch között az a különbség, hogy... Én is szeretem az a Star Wars kampányban valószínűleg egy karaktert játszanék, aki érdekel. Oké. Okay. Bad Batch-ben egyelőre egyik karakter sem. Én sem mondom, hogy a Bad Batch a legjobb Star Wars content, még csak nem is a legjobb animációs content egyébként. De én egyébként így okés vagyok vele. A második évad az szerintem kifejezetten pozitívra fordult a végére. Most itt a harmadik évaddal kapcsolatban még egyenlőre több kérdésem van, mint válaszom, de hogy például nagyon szeretem azokat a azokat az univerzum bővítő dolgokat itt a laboratóriummal, meg az ilyeneket. Szóval azokat adom. Kim, nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet. Hát nagyon-nagyon király vagy. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. És remélem jól telt a stream, mi a helyzet, mi ott játszottatok? Már meg is találtam a lépcsőmet. Easy. Jó sztárgyúzás. Jó sokat vártunk ám, hogy elinduljon, azért is streamelünk még, mert... Yeah. Halasztottuk az elejét, hogy... Yeah, hát tényleg. Viki is felejtette, hogy streamelünk még. De rohadtul nem akarom meghalni a slime-ok. Hol van a gigakardom? Oké, ez baj. Nincs helyem. Azt hiszem menni kell. Meg van létre, de inkább grindolok egy picit még. 7000 a hátizsák bővítés. Jó hangzik, brutál. Kim. Ja, az elég drága. Ez rohadt infláció a játékban is. Yeah. No, nem annyira drága, mint a valóságban egy hátizsánk. Hát attól függ, hol veszed. Okay. Itt az ideje megenni a sütit, hogy tovább horgászhassak. De én, nekem nem volt sütim. Azt nem mindenki kap. De azt mindenki kap, szerintem. Én is kaptam. Anya küldött. Ezer éve nem is játszottam ezzel, gumiapó. Azt mondta, hogy jó kis farmer vagyok. Közben egyszer nem fogtam meg a kapát ebben. Hát nézd. Jó, ennyi. Megint tele van az inventorim. Az csak a fiú karakterek kapnak, a csajok pénzt kapnak. Viki, pénzt kaptál. Ó. Oh. Ez esetben az volt az 500 arany. 500 aranyat! Bro. Részlehajlást érzek. Ma men, hát... Ah, ez nem volt egy jó ötlet. No, copper, hello. Hello there, opening.
Balázs, köszi szépen a raidet, mi a helyzet? Nagyon későn kezdtük el végül a streamet, mert nagyon későn jelent meg a játék. Hozz az update. Egy Large Mouth Bass-re lenne szükségem, ez az utolsó lehetőségem. Bro, ne legyél már ilyen gyors. De megjelent végül. Nektek hát, hogy ment Balázs a CK3 stream? Felé. A szén az pont tök. Szerintem a szén az pont értékes, nem? Hányosom vagy? A Frozen tier meg bundle item. Oké, okay, mindegy. Hármason. Találtam egy Wooden Clubot. Most megüthetek dolgokat. Puff, puff. Ahogy az őseink csináltak. Ó, sajnálom puff. Balázs, hogy frusztráló volt. Oké, okay, ez elég nagy damage-el. Azt hittem ez egy mém fegyver, tévedtem. Évkerot, na ez kell ide. Oké, okay, azokat meg eladjuk, ezt eladjuk. Jó ballangrépa. Bajnokok reggelie. Olyan keménynek tűnik, hogy letörni tőle fogam. Valószínűleg egyébként igen. Nálam alszik a cica. Én meg még a bányába gyűjtöm a koppert, senkit ne zavarj. Hát nem is zavar, de hogy azt tudod, hogy onnan valami 40-re ki kell érni, különben nem érsz haza. Nem baj, ha itt alszok, csak jussak ki még az elva. Mi már itthon alszunk, az a biztos. Alszunk helyetted is, Hunter, ne zavarjon. Egy perc türelmeteket kérem. Ó, mi aztán abszolút ráérünk, nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy hazaérsz-e. Azt hiszem meleg szendvicset fogok enni vacsorára. Haza nem, csak nem szeretnék a bányában éjszakázni. Nagyon megkívántam most a meleg szendvicset, és azt hiszem most van hozzá bro, éppen minden. Egy létrát. Ne egyék gonosz, bro. Köszönöm. Na, én hotdogot, egész nap erre készültem. Ó, Jézus Isten. Hotdogot, de szeretnék hotdogot enni. Kijutottam a bányába. Ilyen valamilyen homemade dolog, vagy így vettél ilyen official amerikai hotdog kiflit? Van elég, ugorját. Jó van, haver, ott vagyok három óra múlva. A legjobb a bagett, a bagettbe a virsli. Hogy Amerikát és Franciaországot is meggyalázd egyszerre? Official amerikai hotdog kifli. És rendeltél hozzá pirított hagymát, az annyira jó. Egy időben tartottam itthon minden más miatt is. Ja, nekünk is van itthon. Hogyan? Hát ezt egyből megbírom enni az egészet. Vettem pirított hagymát. Ketchup, mustár, majonéz, chili. Hagyma, uborka, sajt. Még egy 40 percre hazaérek melóval, erre már most a kajáról beszélnek. Hát, mert nekünk már kevesebb. Ó, tényleg 20 perc van 10 óra. Ja. Tízkor lesz elméletek, már tízkor lesz a takarodó, ugye? Ja. Kivel kell egy beszélgetnem? Szava Clint, mi van? Jaj. Hozzám is idejött. Mit akart? Ja, hogy vigyem az orrén. Jó. Meg volt az első több csillagos alvás Hunter részéről. Bra, most keltem, hagyjál már, majd csinálok kohót. Kávé előtt sör. Kugyaszad még egyet, Clint, mielőtt nekiállunk kohót építeni? Nem. Thanks. Ő bizony most azonnal akar kohót. CBA-ban van nagy dobozos pirított hagyma. El szoktam gondolkodni rajta, hogy kéne venni. Nézd, kövesd az álmaidat. Áh, Isten, most hotdogot akarok enni. Jó, valamikor csinálok majd hotdogot. Közvetlenül a pizza előtt vagy után? Nem tudom. Most jobban akarok hotdogot enni, úgyhogy előtt. Szerintem a gyerek is szeretné egyébként. A virslit szereti, a kiflit szereti. Virsli good, kifli good. Szerintem ketchupöt gyakorlatilag imádja, minden étkezésre eszik. Ketchup good. Mustárt is szereti egyébként, csak sokkal kisebb mennyiségben. Szóval we good. Oh
legfurább emberekkel találkoztam hoddogárulás közben, de... Mit árultál hoddogod? Én árultam hoddogot, az famon. Árultál hoddogot? Két évig csináltam egy diszkó előtt, ja. Diszkó előtt atya. Ráadásul? Jézus ereje! Hát ez mennyire cool, és mennyire illik hozzád igazából. Diszkó előtt. Valami hajnali négyig csináltuk este tiszta. És el sem tudom képzelni, hogy fennmaradjál. Azt se, hogy este 10-ig, nem hogy hajnali 4-ig. Nem tudok én maradni, nem arról van szó, csak nincs okom rá. Azért szoktam lefeküdni, akkor nem. De jó, az fun volt. A fél részeg emberek, amikor megkérdezik minden este, hogy eladó a gázpalack, az első 20 alkalommal wow. Még vicces volt. Jó, és eladó? Kedvencem még mai napig a csávó volt, aki négykor raktuk össze azért a kocsit, meg mindent, jött már jött a fuvaros. És így odajött a gyerek, látta, hogy már félig viszik el a kocsit, hogy kérnek egy hotdogot, mondom, dude, viszik el a kocsit. Jó, akkor egy hamburgert kérek. Az jó, mert ahhoz nem kell a kocsit. Na, srácok, mindenki tartsa nyitva a szemét, mert szükségünk van még egy daffodilra, meg egy leakre. Hozom a daffodilt. Kurály. Hát, erre a dolgász palack. Szia, Kristóf! Azonnal röpköd a chatted a boiler eladó kérdéskör. Akkor ez egy tény volt Huntertől? Igen. A technikája. Jaj, nem már, én nem tudom betenni. Miért? Nekem is el kell mennem. Jó, akkor csak add le az izébe. De figyelj, Viktor, itt van amúgy közvetlenül a... Akkor nem szedem fel. Itt a Community Center mellett nőtt egy. Ó, ez a rozsdáskard, ezzel nem leszünk jól sokáig. Jó, megyek mindjárt. Egy... Kettő... Három, oh god. Így. Meg készül a hotdog, sajtszósz, halapenyó, hagyma, Jézusom! Oh, wow. Oké, hotdogot akarok enni sajtszósszal, halapenyóval és hagymával. Nem voltam benne biztos, hogy Palázs, kell ma még egy szendvicset ennem, de kell. Ágyom már meg. Szívesen mindenki. Holnap ilyen ugrik a Google keresés a hotdogra. Nah, you have no power here. But here... Most csak hotdogot tettem két éve keresztül. Jaj, szia Mártonka! Kéne még egy slime majd az után. Trix busszal, hogy megy a Viktor stream. Ez a club, ez elég erős slime a club. Köszönöm szépen, jól vagyunk. A család, ők betegek. Akkor. De amúgy minden okés. Concern Deep Riot. Minden rendben volt az úton, és most már tudsz pihenni. Hogyha azt akar egy normális időben öljön meg slime-okon. Én meg a hétvégén valamelyik nap overprice csúraszt fogok az arcomba tolni. Én a múltkor meséltem el Vikinek, hogy van csúrasz a Cine Minis. Az borzalmasan. Nagyon finom. Nagyon-nagyon finom. Egy jó, és hol fogsz jó csúroszt enni? Nem azt mondta, hogy jót, azt mondta, hogy overpriced fog enni. Ja. Ja, jó. Szóval sem mondta, hogy jó lesz. Ó, még egy slime-ot meg kell, nem azt hittem, hogy van a 10. Bro. Oh, wow, igen, Márton, ez elég izének, élesváltásnak tűnik. Bug meat. A Hung Expo-n fog enni, a Hung Expo-n. Oké. Én még nem ettem jó csúraszt. Én nem vagyok benne biztos, hogy létezik jó csúrasz amúgy, de nem akartam ezt így mondani, mert... érted, hát ha valakinek így az érzelmeibe így beletiprok. Megvan a leak. Igen, nekem. Én Los Angelesben ettem egyébként életemben eddig egyedül csúraszt, és az nem ízlett nagyon. Vagy a Universal Studiosnál, vagy a Disney valamiben. Én tudjátok, hol lettem, ahol nagyon jó volt?
két éve a szigeten. Akard, az akar jobb lenni. Jó, de az amerikai kaja szar, jó, de ez, érted? Ez mi 3-7 damage, és ez mennyi damage? Lehet, sikerült leszoknod róla, Kristóf, igen. Bro, a Wooden Club. Én az összeállított csúrasz dolgot nem szeretem, a sima egyenest. Jó, azt hiszem fel, be fogom pótolni. Fogok kedni csúrasz. Jó, csukáját elviszem. De hogy nem amerikai, minden amerikai. Az amethyst ring, this is a knockback, topázni. Bundle complete! Nice! Spring seeds! Oké, okay, winter, exotic foraging bundle. Ne van gírelődünk. Ezek most nem fognak menni. Construction bundle. Nem nyílt ki. Nem. Vagy legalábbis nem most, hanem lehet, hogy majd tudod így estére. Jó. Ó, kell a csajomnak salátát venni. Oké, okay, lehet, hogy most nyílik éppen ki, csak nem vártam még meg az animációt. Mert hogy azt hiszem van egy olyan hal nálam. Kinyílt a halacskás. Akkor, várj, a többit lerakom. Kösz szépen, srácok. Ugye kell egy kárp. Azt hiszem kell egy kárp, de fölé tudod vinni a kurzort, és akkor valami lesz. Csak én ugye nem tudom, mert el kell mennem az öreghez. Ó, hogy te még nem beszéltél a... Ah, az baj. Oké, okay, riverfish, sunfish kell, catfish kell, shad kell, meg tiger trout. De nekem van ebből egy csomó, úgyhogy ezeket most el is hozom. Ezek bundle? Aha, aha. Csicsa. Ne durva, Mártonk, az mennyire kemény már. Igen, a mentőzés, ez szerintem ilyesmiből, tehát aki a mentőzésben dolgozik, az nem a fizetésért dolgozik, hanem ezért a részért dolgozik. Ami egyébként, ami szerintem különösen felháborító, hogy visszaélnek ezzel, és egyszerűen nem fizetik ja, meg ezeket az embereket. Szóval szerintem ez különösen nem felháborító. Hozzá meg egy salátát. Hogy állunk? Jó, egy szívecskéne. Adják ki egy salit, kocsmáros. Ott van a kocsmában Robin? Robin? Nincs, ahogy látom. Szomorú. Jó. Össze van rakva azok a halak, amik most a birtokomba vannak, és mehetnek a bundle-be. És van belőle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 darab. Ő volt az, Flo. Top. Okay. Top Cat, neked nem ad senki vizet? Ne, Robin, ne! Ne! Már meg a macskát. Oké, okay, lehet, hogy... Pont besétált előttem a szobájába. És nyitva van az ajtó, de nem mehetek be utána. A Lakefish bundle-ből már meg is van 3. A Sturgeon hiányzik, ugye? Igen. Azt nyáron lehet fogni. Jó, akkor azt nyáron lehet fogni. Van egy pár ilyen hal, amit így érdekes lenne, hogy mikor lehet fogni. És nem vagyok benne sajnos nagyon jó. No, Catfish például lehet van. Egyébként. Giga Gamer elment aludni? Ja, mert tegnap nem sikerült össze. Elfáradtál? Hát te legyen ez az utolsó nap. Meg beadtam a silvert, vagy a koppert, meg a mindent, amit kibenyeztem. Szóval hát te legyen ez az utolsó nap? Ha játszhatunk még, hogyha akartok még egy napot játszani.
Viki? Anya, nem melyik egy jöhet? Jó, akkor még egy utolsó nap ezután. Mindenki úgy csinálja, hogy az utolsó nap... Catfishhez kell esős nap legyen. Oh god, azt nagyon nehéz kiszedni. Már 4 éve volt az, Flo, hogy a 17-ben laktál? Annyira megvan előttem az a nap, amikor elmentem futni, és így láttalak ilyen szuper messze menni. És gondolkodsz, hogy szerintem az izé... És akkor így nyilván... Nyilván nem beszéltünk, de hogy így annyira megmaradt az a nap. Ezt elbénáztam. Nyilván az marad meg, amikor rossz perolra mentem föl. Yes. Annyira rossz, amikor sötét van. Kéne fákja, meg a glowing ring, vagy a glowing ring, az kéne igazából. Ez nagyon hiányzik. Na jó, jövök én is haza. Összeraktam... Hány részt élt meg a Stardew Valley sorozatunk? A modolt, vagy az eredeti? Az eredeti, mert hogy ott ugye eljutottunk a hajóval a Ginger Islandre is. Ott az majdnem, de az, ott megcsináltuk a dolgokat, nem? Mert mi nem 100%-oltuk ki, de hogy így megcsináltuk de, a dolgokat. De igen. Ó, eltévedtem. Az első kampányban mindent megcsináltunk, azt azért is hagytuk abba. Az első kampányt azt azért hagytuk abba. A modolt volt az, amiben végül nem merültünk el annyira. Ez ja, szerintem nekem ott valószínűleg túl közel volt egymáshoz a két sorozat. Ja. Uh-huh. Mi az újdonság az 1.6-ban? Hát haver, egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú felsorolás. Nagyon-nagyon hosszú felsorolás. Van egy fél órád. Az elején elkezdtem olvasni, elképesztő mennyiségű kontent érkezett a dologba. Level 3 fishing! Yay! Day 9. Most képzeljétek el, csináltak ezt Flónak, mondom meg Mártonkának, hogy most csináltak egy olyan pici telebuszos dolgot a másik oldalra is. Tehát, hogy ugyanannak a vasúti átkelőnek a másik oldalára is. Hát a fejlődik Martonk az kérdés, mert cserébe viszont nem jár a 176E abba az irányba, ahol eddig járt, szóval... Valami kaját venni kéne. Szóval inkább változik. Hogy állsz, Hunter, a no farming pénzkereséssel? Nézd, mindenki másban mérje sikert, én abban mérem, hogy tudok salátát venni Liának, és... Ezekkel az árakkal egyébként ennyi. Az amúgy siker! De most full energy-vel megyek a bányába. Ha esetleg összeraksz véletlenül 100 követ, és van 100 követ, akkor azt ne dobd már ki, mert kell a bundle-be 100 kő. Ja, okay. Azt hát, ha így a bányászat közben így gyűlik. Az, igen. Ja, nekem csak 40 van. Összerakhatjuk közösen is, tehát nem kell érted egyben 100, a 40 is már tök jó, ha nem akarod elkölteni valamire. Mhm. Jaj, de szeretem ezeket a csirkéket. Jó van, Hunter, azért még nem kell felvágni. Mit csinált? Hát, hogy tud venni salátát. Ja. Jó, nekem is van 40 kövem.
Meg kell nagyon sok fa is oda a bundle-be mellé. Mármint, hogy az én ízlésemnek tényleg nagyon sok. Mennyi 100? 200 azt hiszem. Ó. 200, 10 darab izé, hardwood. Azt lesz a nehéz összeszedni. Nem, a 10 darabot már nem lesz nehéz, ha meg lesz az eszközünk rá, hogy bármennyit összeszedjünk, ja, ugye? Ja, hát igen. Hol vagy, Shane? Kifejezetten álmos lettem. Jó, hogy ez az utolsó nap amúgy. Most az az érzés, hogy én is ezért. Tehát ezért ilyen 10 komáján is szoktam nem streamelni. Ejtem fölé viszed a kurzorod, akkor jó felső sarokban egy kis fajkon. Azt először is visszaadom a pontot, mert... mert ezt használom, meg én is tudom. Tehát, hogy használtam is már a streamben. Ez micsoda? Nem, Lordzol, már nem. Oh, nice. Már nem fér bele, nagyon jó szeretnék, meg most gondolkozom is rajta, hogy jó, azért egy pár belefér, de, hát, vagy egy belefér, de aludnom kéne. Kapitalizmus okozta végtelen körforgásba, vagy mi az idea? Aj, ez van ezzel a favágással, srácok, hogy ugyan lehet belefáradni. Egész nap tudsz horgászni, de hogy... Fát vágni, kivágsz kettő fát, azt összeessel. Nem a legrövidebb a 40 perc, az átlagos a 40 perc. A legrövidebb az 12 és eltebb a 3-5 perc alatt megvan. Kinyílt már a izé? Mi? A hely, ahol lehet fürdeni. Aha. Szerint nem tudom. Az van egy későbbi buli, nem? Ha véletlenül magamra rakom ezt a szuper fáradtság exhausted státuszt, ez sose fog lásni rólam? Hát egyél valamit, nem múlik el tőle. Fürdő az nyári. Ah, shoot. Oh. Na, de elmúlt csak még mindig ott van. Mert mint hogy ott van az ikon, de egyébként nem mozog lassan a karakter, szóval we good. De undorító ez a Georgia Mart. Mondottam, nekiállok és összeszedem a 200 fát, de ez nem egy ilyen egynapos nekiállsz és összeszeded a 200 fát dolog amúgy. Akárhonnan is nézem. Mondjuk 100 fát sikerült összeszednem. Lehet, hogy még egy kicsit rápihenek. Akkor menni fog. Hát meg csinálj izét, fiad snacket. Most már tudok. Az előbb nem volt nyersanyagom még rá, most már van. Na, megtaláltad a leaket? A bundle-be? Ó, be van, az a bundle-be van fejezve. Egy... Jaj, oké. Akkor, szia Linus, nézd csak, itt egy leak. Oh, that's a good find! Bakker, nem férek az én... Ja, így férek. Amethyst, hell yeah. Ez a filcnek aztán nem tölt nagyon sokat. But it's fine. Lehet menni tovább fát vágni. És aztán hullafáradtan elrángatom még magamat leadni a fát. Mi az az item a 8-es szloton? Egy napszemüveg. Mindjárt felveszem. Gondolkoztam rajta, hogy ajándékozzam-e Hunternek, mert ő itt a menő arc. Vagy én vegyem fel. Legyél true magadhoz. Azt szerintem az lenne az, hogy odaadom neked a napszemüveget. Mi ez a sok loop doboz itt? Fa, steps. Hát ezzel nem vagyok bejön. 143 fánál járok. Nice. Onnan van a napszemüveg, lemaradtam. Hogy őszinte legyek én is. Halvány elképzelésem sincs, onnan van a napszemüveg. Én mindeközben
elmentem Robinhoz, hogy vigyek neki egy zöld algát, de nem volt itthon, úgyhogy rákerestem, úgyhogy megláttam, hogy a boltban vannak, ugye jóga nap van, úgyhogy lementem oda, és ezt rejtem, hogy nem is hoztam magammal a zöld algát, amit adni nice. Akartam. Oh, wow! Szóval az elmúlt 5 órában feleslegesen szaladgáltam fel alá. Semmi baj. It's fine. Bro, hol van a lefelé? Hányoson vagy, Hunter? 9-esen, hol a lépcsőm? Wow. Na én. Let's go 10! Ó, már nem tudom fejből a... Yeah. Már nem tudom fejből az izét. Azt, hogy melyik nyersanyag melyik magasságon szedhető. Azt mondja, hogy leather boots plusz egy defense plusz egy immunity. Hát akkor teljesen feleségesen vettem azt a piros Nike cipőt. Thank you! Na, én nem megyek tovább. Oda akarom adni Liának a saliát. Jémen, csak 11-es szint alatt. Szerintem az egy másik videójáték. Nekem az az érzésem. Melyik fán van a mak? És hol van olyan fa? Amelyiknek a legapróbb levele, ugye a toboz az egyértelmű. A toboz az egyértelmű, igen. A másik kettő a kérdés. Okay, és ott, amelyiknek kisebb a levele, azt keresed. Ó, az Robin. És van ilyen még a föl... Van még egy kisebb a levele. Ó, lehet, hogy ez lesz az. Szia, Jody. Amelyek nem látszódnak ki az ágak a levelek közül, vele technikailag... Ennek kilátszódnak. Ez nem is olyat. Oh, de egyébként adott olyat, ami kellett. Elnassalok még 2 műzli szeletet. Elkészült a hotdog közben, srácok. Ha esetleg valaki aggódott azon, hogy... Balázsnak van a hotdogja. Hol van ilyenkor, Lia? 224 fa! Kész van! I got some ideas. Tuesday. For me it was Tuesday. Szia, Tamás! On Tuesday. Eljutok még? Eljutok még. Hogy ne jutnék el? Jó, most fog hazajönni, Lia, akkor megvárom itthon. Ez egy kicsit creepy. Ja. Késő este sötétedés után az ajtajánál várakozol. Ah, no man. Vagytok tik már ennyire jóban? Hát, adtam neki salit, szóval legyünk. Na, lesz-e neked az önzetlen? Fogadjunk, hogy az a fajta úriember vagy, aki azt mondja, hogy én egy úriember vagyok, és aztán marhára nem úriember. Kék a hajam szerintem. Na, meg, ja. És a szemöldöködre nem is beszélünk. Ja. Yeah. Oké, okay, akkor a fa le van adva a bundle-be. Még egy lépcső kéne a 15-re. Isteni. Ez a lejtő kezdete. Így fogsz ott maradni. Én már csak itt alszok. Áldom Kármán. Meg nem keresem saját a házon. Bemész az első házba, még nyitható az ajtaja. Nem, azért Vikiné nem alszok. Az a Wikinél nem az. Oh, van bennem annyi decency. Jelentem, nappal is el tud ájulni a karakter a fáradtságtól. Állítólag nappal is el tud ájulni a karakter a fáradtságtól, srácok. Megvan a 15. Oké, nekem nem tetszik ez a napszerűen. El tud ájulni. Hát meg most azt írták a cseten. Frissen tesztelve. Na, van-e még valami, ami kell a bundle-be?
Oké, itt nincs több. Van még dolog bőven, ami kell a bundle-be, csak az a kérdés, hogy az én birtokomban van-e még olyan dolog, ami kell a bundle-be. A kő az biztos. Ez kell lenni fog. A potétó kell lenni fog, de a tavaszi szerintem ez még nem... Ó, lehet, hogy kinyílt, csak még nem néztem meg. Furnace! Oké, kell egy green bean, kell egy parsnip, meg kell egy krumpli. Ez jó, ezt én tudom mindegyiket teljesíteni. Aztán van artisan bundle, aztán van aranyszínű bundle, kell 5 darab aranyszínű pán... Oké, ez remek. Animal bundle, azok még messze vannak. Jó, szerintem nem haladunk rosszul a bundle-lel egyébként. Azt kell, hogy mondjam. És megvan az első copper bar. Oh, nice! Nem. Szóval nálam most már tudtok sütni, ha akartok. Király, király. Fogunk is menni sütni. Na, viszont srácok, jó, elérkeztünk ennek az adásnak a végéhez, ezek szerint. Level 1 mining, let's go. Let's Level 1 combat, let's go, sturdy ring. Jó, hát ez elég cool volt. Én vissza tudok ülni ebbe a hangulatba. Mi a kérdés, Balázs? Hát ez nagyon jó volt. Ez nagyon-nagyon jó esett. Oh yes, ráadásul meg is nőttek a növények. Jó, minden a legnagyobb rendben van. Na, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Beszélünk akkor majd, hogy mikor folytatjuk. Alright. Yeah. Sziasztok! Giga Gamer out! Jól van, csőke, sziasztok! Bye. Jaj, srácok, ez nagyon nagyon-nagyon jól esett, ez a játék, ez nagyon hiányzott így a mindennapjaimból. Egy jó kis chilles játék, mostanában tök sok új fajta játékot játszok, amiket általában nem játszok. És az is nagyon jól esett, hogy láttam régi arcokat, és az is nagyon jól esett, hogy ez a videójáték, amilyen chilles, az is nagyon-nagyon jól esett egyébként. Tehát így most így, ez most itt így mind a kettő, így nagyon-nagyon. Kell-e új játékot? Nem. Az a helyzet, hogy ez konkrétan nyilatkozott erről, hogy nem kell. De az másik kérdés, hogy ajánlott-e, hogy minden újdonságot láss. De alapvetően nem kell. Na, srácok, viszont én elköszönök mára. Ez már így is eléggé későre nyúlt. Holnapi nap folyamán valószínűleg, nem, holnapi nap folyamán nincs stream. Úgyhogy csütörtökön találkozunk következőre. Ami a csütörtök. Majd kitaláljuk a programot. Elméletileg este Elden Ringezünk. Reggelre még nem vagyok benne biztos, hogy van program beírva, de majd kitaláljuk. És aztán meg még pénteken lesz egy stream. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hatalmas királyok vagytok. Aki YouTube-on nézi az adást, az ne felejtsen el nyomni egy lájkot. Abban az esetben tetszett, természetesen. Meg egyébként, aki Twitch-en vagy YouTube-on nézi, mindenkinek érdemes feliratkozni a YouTube csatornára, ugyanis a vodokat ott lehet visszanézni, kivétel, ha szab valaki Twitch-en, mert a Twitch-szabok azok látják Twitch-en konkrétan a vodot. Nem kell YouTube-ra menniük miatta. Úgyhogy ja, nagyon szépen köszönöm, jó éjszakát, vigyázzatok magatokra, álmodjatok szépeket. Valakit rédelni akarunk. Martin Starkot fogjuk rédelni, mert olyat játszik, amivel mi egyáltalán nem fogunk. Úgy. Na, jó éjszakát, elmondjátok szépeket, köszönöm a figyelmet, sziasztok!